Taiga the Gaming Channel. Nagyon ezek mindenkit, sziasztok! Kicsit megfogyott a banda, csak Johnny tudtam elérni, de úgy gondoltuk, hogy picikét van neki is, mert nekem is kedvünk farmozni. Úgyhogy mivel ketten vagyunk, így segítség jól jön, úgyhogy szabad a kis gazdát indítottam. Az előttünk álló munkák elsősorban aratásírozás és most már állatgondozás is van. Úgyhogy ezek lesznek a feladatok, hát szerintem az aratás élvez elsőbséget nyilvánvalóan, mert abból van rengeteg, úgyhogy lehet aratni és hordani a szemet, illetve amit még aratunk. Úgyhogy ez lesz a mai resortunk. Na, közben üdvözlök mindenkit, a shooter csőe, Gábor, hello, illetve Warrior is itt van, Skill, Klau, gyerünk már, Klau mindig türelmetlen, a nők általában türelmetlen, de Klaudia meg aztán pláne türelmetlen, szervusz, Csongor. Na, Jossi, pont jókor induló, Andula, álló, megvetted ezt a játékot, tehát nem tudom, és itt van a videónak a leírásában a link, nem tudom, onnan töltötted el a modokat, ha igen, akkor nyertél, ha nem, akkor jó szórakozás a töltögetéshez, de a két egész nem tudom hány gigához, úgyhogy türelem rózsát terem, ha nem onnan szedted le. Szervusz, közben Roland, szervusz, Noel, szervusz, Gábor, Johnny segített, akkor remélem, hogy jót töltöttél le. Szervusz, Gergő, most nézed meg a képemet, megváltozott. Ja, most már látom, egy picit hasonlít az enyém, ez csak nagyobb nagyobb rész látszik belőle, a kutyus is ott van, úgy látom, bár nem nagyon látom tisztán, de talán úgy látom, hogy a kutya a pocakján is látszódik. Úgyhogy Ghost Warrior úgy látszik, hogy tiszta, fun lett. Szervusz, közben Huni, hello Máté, szép estét neked is. Üdvözlök mindenkit a Twitch-en, bár ott nem írtok, de látom, hogy vagytok még egy páran ott is. Úgyhogy akkor egyelőre ez a helyzet. Közben jött már egy lóc is, MT, sziasztok! Szervusz, MT! Remélem, jól fog szórakozni. Illetve remélem, hogy mi is boldogulunk itt a dolgokkal. Közben bekapcsolom az audiót, hogy itt van most már Johnny is. Hello, Johnny! Szevasztok, sziasztok, jó szórakozni! Rá van írva, hogy Taika fan, na, azt majd megfigyelem. Most már azért is, megnézem a csatornádat, hát ott nagyobba. Az FS kis gazda. Oké. Ennyi, megnézzük a csatornádat, és hát ott nagyobba látom az avatarot. Aha! Most már látom. Most már látom, Warrior, ez igen, derék mondhatni. Na, jó van, akkor nem is húzom az időt, mert természetesen munka az van, temérdek, úgyhogy muszáj lesz idejében elkezdeni. Jó kis country zenét, most kicsit rockosabbat válogattam hozzá. Hát, a kicsit pörgősebben megy majd a meló. És akkor megnézzük, hogy mi a teendő.
Most már Johnny közben, én jelöl voltam és én egy hét azóta nem játszottam rá, mert ugye elmentem. Közben Laci szereti a hagymás babot, vagy Náci Laci, nem tudom melyik a kereszt neved. Köszöntök téged, és az Ingyencek között, és illetve a cseten is. Szerbusz Laci, remélem ez a kereszt neved. Nagyon tetszik az új videót, Warriornak tetszik, ugye a Balatonon voltam és meghívott engem Dr. Brown nézőtársatok, hogy találkozzunk, és egyúttal, mivel van vitorlás hajójuk, és szoktak nyáron vitorlázni, elmentem velük vitorlázni, és hálám jeléül, illetve hát úgy éreztem, hogy ne csak pótyautas legyek, hanem adjak is valamit cserébe. Ezért készítettem egy videót és feltöltöttem a csatornára, majd aki nem tette még eddig, meg az nyugodtan megnézheti. Eredetileg nem ez volt a tervnek, nem ez volt a zene, kész volt a videó, de sajnos olyan szintű, nem ugye copyrightos zenét, tehát rendes sláger zenét tettem be alá, csak utána néztem, ugye vannak olyan zenék, amiket be lehet tenni, csak annyi rádát kapok érte, hogy nem lehet bevételszerzés rajta, illetve a tulajdonos esetleg reklámot rakhat be a videóba, amiről neki lesz bevétele. De utána néztem, úgyhogy fel sem mertem tölteni a múltkor 90 nap után. Azt írt a YouTube-nak a tudóra, hogy azonnal törlik, ugye a hangsávot minimum, illetve az egész videót törlik, akkor meg ugye jön mellé a bűnti. Úgyhogy ezt elkerülendő, újra szerkesztettem az egészet egy egész más zenével, kicsit újra kellett vágnom, más volt ugye a váltás, de ezt láthatjátok. Az eredetinek egyelőre csak Brown a tulajdonosa, tehát ezt ő látja, ő kapta meg eddig, úgyhogy az lesz az ő kis privát emléke. Na nézzük akkor, egyébként szerintem az ütősebb volt az előző, de mindegy, ez meg kicsit ilyen kicsit lángos, lájtos az eteség. Még egyszer mondom, hogy jelzom, nem. FS kis gazda, de te miért lettél halk? Nem tudom, de az FS az nagy. Nagy ez, csak az első betű nagy. Okay. Ugye adok rá egy kis hangot, nem tudom, mitől lettél ilyen halk. Nem tudom, biztos. Közben itt van Márk és nem tudom milyen, meg Jóci és nem tudom milyen megfontolásból. Jóci kap egy, van neki, jó, van neki mindene. Na akkor várja, átmegyünk akkor a San Jose ültetvénybe. Mert ide be tud jönni mindenki, aki farmozni akar. Nem tudom, hogy Márk majd írja már a chatre, a YouTube chatre, hogyha te is jönni akarsz, mert nem tudom, hogy jönni akarsz, vagy csak betévedt valaki a Discordra. Oké. Okay. Ki vagyok én valójában? Na, nem tudom. Na, az, ki vagy te valójában. Szóri csak Laca papának. Aha. Oké, közben szervusz Dani. Oké, itt van BB Channel is. Én mennék farmozni, csak lehet tölts le a módokat első kanyarba, jó 2 giga, itt van a leírásban a link a Google Drive-os, ahonnan lebírod tölteni, aztán adom az instrukciókat. Mennyi feladkozóan lehet moderátort kapni? Varjár, na, ne idegesítsé. Lekésem a kezdésről, itt van Szabix, köszönjük természetesen a jól kiedemelt köszöntő zenével. Valóság nem létezik, csak egy látszat, hát ez így van. Szervusz Feri, szervusz Ákos. Láttam a vidén, tök cuki pocit van. Na, Klauriát, ez a cukitól messze áll, a hordóz inkább jobban közelít, de örülök, hogyha tetszik. Oké, szervusz, közben Csongor. És nem létezek, na, hát azért csak létezel, te na itt vagy. Szervusz, közben Zoli. Szabix már megint nem bír magával. Belugva a ügyben. De valaki hostol, csak pont kitakartam a Szabix hostol, köszönöm szépen, kitakartam a Discorddal OBS-t, mert közben össze meg vissza húzogattam az embereket. Na jó, hát akkor nézzünk széje, most már csak betöltöttem a mapot. Nézzük, mit kell aratni. Hát úgy, azért sok mindent, azért arattatok, basszus. Happy. Amit este, mind, az remek. Na, akkor mi legyen a sors szerinted? Nekiesünk valami annak, ami felső részes, hogy kevésbé halad? Hát szerintem silózni kéne, mert... Silózni? Akkor mit, kukoricát? Igen, ott van a silózó, okay. És meg a kó. Na, akkor silózzunk. Minden, akkor szerez, akkor én megyek egy kombájnon. Ki van már... Hol van a földem, vagy a... Ki van a földön, ott egy van? Lépegesség.
Egy sírózó van? Kombány? Egy. Hát lehet, hogy akkor lehetne még egyet, nem? Hát... BR-be. Vagy elég lesz ez? Jó, figyeljetek, akkor majd úgy lesz, hogy akkor egy ember hord... Ám jó, mert a kettőnek kéne hordani. Egy aratja, kettő hordja, majd nem tudom hányan leszünk benn. És akkor egyelőre akkor csináljuk úgy, hogy hordod. Én hordom. Aztán majd ahogy jönnek be emberek, úgy kettőnek kéne hordani, úgy, hogy mindig legyen itt valaki mellette. Aztán meg majd megnézzük, hogy mi a... Apá, mit kell, ez így ki van nyitva. Valószínűleg gyere mellém. De. Megnézem a lúcokat, mert azokat nem olvasom, de még nem jött, úgyhogy nem késtem le egyről sem. De. Valaki jön, Csongor jön, Jossi jön. Nagyon jó, akkor jönnek az emberek, akkor valaki majd elcsíp még egy trakeszt, meg egy pótot. És van akkor... benne. Így van, pót, traktor. Pót, traktor. Hogyha négyen vagyunk, akkor a negyedik mit csináljon? Taika. Csak béreljünk még egy ilyen sírózót, ne? Nagyon gyorsan megy a sírózó, meg tudod látni. Igen? Akkor hárman hordjátok? Jó. Hát szerintem csak győzzük meg. Oké, akkor hárman hordjátok. Na, szervusz, felközöl visszatekem a csetet, amíg itt szinkronizálás van. Csongor, természetesen mindenki jöhet, szabad a kisgazda, addig, amíg hatan nem leszünk, és olyan jön, aki nem troll, tehát nyilván ez kizárt ok, de hát nyilván nem vagyok olyanok. Most volt a zenéd a film pluszon, ja igen, nézegettem éppen, hogy pont a üzőment, melyik film volt ott? Ja, ezért nincs kettőnyi nélkül. Szervusz, Peti, te vagy a Zarkit unokatesója. Hogy ne ismerném Zarkitot, egy nagyon kedves nézőm. Itt van Fefe is, hello Fefe, csettel óvatosan akkor, Klau köz megtalálta a Shuttert, úgyhogy majd ővel beszélgetek. Advata Védada, nagyon köszönöm tanításokat, nézzétek át természetesen. Oké, okay, majd kimegyek a rétre és mezőre, az remek lesz. DC-kel, hát nem ártana, de itt vagy egyébként, hogy tök mindegy. Tehát hallod, amit mondok, az már bőven jó. Lényegesen gyorsabba. Eszmecsere. Illetve itt van a Márk és aki visszavett üzenetét, és itt van Kvyat úr, hogy telt a verseny hétvége, remélem, hogy jól ment minden. Harmadik lett. Na, hát akkor kivált kép, mondjuk mostanában nem nézek formulát. Köszönöm szépen, Peti, igazán rendes vagy. Szervusz Gábor, másik Gábornak is haló. Most meg a kincs, ami nincs megy. Na, Krisztián, hát akkor igazán meg összeállítás, majd mindjárt rakok be zenét. Kicsit a mérések, hogy melyik a izét, azt hiszem az a szponzorok. Jön egy szponzor, akkor meghallgathatod. Oké. Okay. Na oké, okay, meg vagytok, hogy beszinkronizált mindenki be. Akkor lassan indulhatunk is. Ebben van GPS? Nincs. De van, mert van valami, hogy... Oh, mi a franc ez? Rakettüzem? Kábé, azért mondom, hogy ez... Azt a kutya fáját, tehát akkor reszkesenek a hordók, azt hiszem. Szólj, ha tele van, vagy közelíti legalábbis majd. Hát, szóval 100 000-es a pót, de volt benne. Csak látom, hogy már van, mi nem kis kupac. Hát, szóval micsoda? Micsoda? Jelszó, mert csatlakoznék a farmhoz, de jelszó F, S, kisgazda, nagy F-fel. Arra kell egy kis hangot, mert halknak találok. Oké. Okay. Tehát farming szimulátor nagy, de csak az F a nagy. F-es kisgazda. És egybe. És egybe. Oké, okay, és a farmnak magának meg 1, 2, 3, 4. Hogyha már benn vagy a játékban. Oké, okay, szervusz Dominik. A farmhoz, jó, értem. Oké, okay, az 1, 2, 3, 4 a farm jelszó. Na, Dominiknak is tetszik a videó. Hát, igyekeztem a fogadtatáshoz kellőképpen minőségi videót készíteni. Krisztián szereti a hagymásbabot? Hát, hogyha aki nyilván tartja, hogy mikor van Bud Spencer, Terence Hill a tévében, az már csak igazi ínyenc lehet. Úgyhogy köszönöm szépen a megtisztelő bizalmat. Na szóval ugye ott voltam egy kis meghívásos vitorlás kiránduláson és köszönetképpen készítettem egy kis videót, meg hát nem is beszélve, hogy nektek is azért csak akinek nem adatott meg, hogy vitorlásoljon, üljön legalább egy picit így betekintést nyerjen magában folyamatba, és komolyan mondom, hogy nagyon nagy élmény. És nem győzöm meg hálálni szerintem a jóságot, amit kaptam. A cset az olvasás most szerintem egy kicsit
akadozó lesz. Itt van Zarkiti, szervusz! Én most LTS2-zök, na az Zarkit LTS2-zik, és közben streamet néz. Egyébként nagyon jó, mert az LTS2 nem egy olyan játék, ami annyira leküld az ember figyelmét, de hallgatni legalább ne tudja, sőt, tehát van olyan kamionsofőr, aki menet közben hallgat. Én mondtam is neki, hogy legalább nézni ne nézzen, ha már hallgat, mert azért az utat nézze. De azt mondja, hogy hallgatni szokott csak, úgyhogy megbocsájtom. Tandó bűncselekmény. Szervusz, Big Boobs, hogyha jól olvasom inkább. Miről maradtál? Igazából semmiről. Egy kis eszmecseréről, illetve most megyek második kanyart a kukoricába, úgyhogy egyelőre jól áll a helyzet. Majd Csongor, nem tud üvölteni, a tele van, de majd mivel dupla pótos, előrébb áll, azt majd a másikba szórja, amikor már megtelik. Jóci, ott van, van ott John Deere traktor is, és Porkocsi is van ott az egyik szín. Gyere, elfér aztán. Estét! Gyere! Hello, Rizler! Te van! Mi az? Gyere! Elém! Megyek mindjárt! Nem, ja, te! Hogy nem. Csongor! Majd, hogyha kezdte, át is váltott, nagyon jó, akkor most már jelzik kicsit előrébb mellettem, mert a hátsóba dobálja, most már ugye nem éri el. Gyere, úgyhogy a pót legyen mellettem, azt akkor eléri. Azzal a póttal baj lesz, mert le kell rakatni. Hát, majd megoldja. De hát gondolom, hogy azért képen van. Először kiborítod a pótot, aztán hátrébb tolsz, leakasztod, aztán kiborítod az elsőt, aztán visszatolsz és felakasztod, úgy az a üzemszerű megoldás. Pá, mi a franc? Valami felakadtam. Ja, cső! Közben ment a teherautó után. Kicserítettek a Volvo-pak? Hát a kamiont azt én töltettem egy... Na, jössz még Csongor vagy? Átadod a placot, Csonyak. Szervusz Norbert, szervusz Krisztián! Micsoda? Nem cserétünk semmi módot. A gyerek közelebb, nem rakja be. Volvo pak nem tetszik neki. Hát pedig nem lett hozzányúlva. Nem lett hozzányúlva. Szervusz Alex! Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot. Ez egy igazi csodaszer. Pásolta még egyszer a Volvo pakot. Pillanat, ezt biztán állíthatom neked. Pillanat, és itt vagyok. Még lehet, hogy beállítom a GPS-t, azt akkor videók csehetet olvasni jobban. Mindjárt tele lesz Csongor puttonya. A módot nem tudom külön megnyitni, hanem le kell töltenem az egész. Nem. A térképet bírod csak külön, meg a modpackot. De a dedikált szerverre a földi, nem tudsz linket. Onnan lebírod egyesével is. Azt szerintem tele vagy. A következő. Portál. Pótkocsik. Tessék? Pótkocsik ellene nekem a traktorhoz. Farmnál van ott. Szín alatt, jó szín, menj el balra, 90 fokot. Balra 90 fokot, Jossi. Ahogy most tök egyenesen. És ott a túl végén lesz egy szín alatt, majd jobb kész felül egy raklapkocsi. Vagy ki kéri? Te kéred, nem, Jossi? Hm? Igen, igen. Nem jó felemész. 90 fok, arra, még jobbra, most arra egyenesen, és attól arra menj egyenesen kb, és akkor neki mész egy ilyen. Rád, neked szembe lesz majd egy ilyen színsor, és ott lesznek zöld színű pótkocsi, meg nem tudom minek. Zöld biztos, ott a Big Badot keresd, amellett van. Na oké, akkor szervusz Alex, csak a... ezt olvastam, szokta játszani valami gamemel számítógépen? Na, Claudia, ez egy jó kérdés. Taika. Tessék. Merre kell vinni a silót? Hát nem tudom, Johnny, hova hordtad? Közben elment az áram. Hova hordtad, Johnny? Itt vagyok. A silót ott a... Farm silóba vagy a... Nem. A... Vagy bunker silóba. Hát ahol tudjuk tömöríteni. De a BG-nál?
Igen. Na akkor a térkép jobb felső sarkában van egy olyan, hogy BGA. Át kell menni a hídon. Nem a BGA-ba. Nem. Akkor farmnál? Igen. Jó, akkor farmnál ott a legjobb oldali részen, ott van egy bunker siló. Ott van egy fekete torony. Ott nagyjából. Nem. A farm szélén. Egy pillanat is oda megyek. Jó, akkor most már kétség vagyok esve. Ott van egyébként a bunker siló mellett a farm siló. Ez a bunker. Na, szóval a farm siló mellett a bunker siló. Majd csak itt hol vagy? Közben azon szűkölök, hogy már jó dél nincsen áram, úgyhogy előbb-utóbb meg fogja adni magát a szünetmentes tápom, úgyhogy a streamnek lehet, hogy majd szomorú vége lesz. Itt vagyok, látjuk. Na, mindjárt ki fog kapcsolni a szünetmentes táp. Hajj, uraim, baj van. Tehát a vihar közbeszól, úgy hallom, halljátok gondolom a csipogást. Igen. Hogy bírnám csökkenteni közben, már villanyok kapcsol, ennyi kikapcsolt, de hogy be se kapcsoltam, nem, mert már kikapcsolt ennek, ha nem jut áram. Elég úgy látszik, hát ez kellemetlen. Úgyhogy szerintem meg fog szakadni rövidesen. Ide hozva a sinó. Kapcsol ki monitorokból, hogy hát ha kevesebbet fogyaszt. Egy pindurkát. Csak nem tudom olvasni a csetet. Na, ne jössz. Csongor, ide. Igen. Gyere, látszani. Segítsétek, mert vakon vagyok. Na, a vakoskodó. Ide. Szépen. Végig szórva az egész. Mindig nincs meg a pótkocsi. Hát nem igaz, hogy nem találsz a pótkocsit, tehát agyam eldobom. Majd én mindjárt segítek. Hol vagy? Itt vannak a pótkocsi. Ott van Johnny is. Itt van hány darab? Mennyi kell? Van itt vagy négy. Merre vagy? Jóci, merre ott vagy? Látsz engem? Na gyere erre. Itt vagyunk, látok. Na, elég sokáig bír a csipogással, de most már tényleg szerintem pillanatokat le fog állni. Gyere, Jóci. Amelyiket szeretnéd, mindegyik 100 euró. Ott, mindegyiket. Bármelyiket is viheted. Na. Akkor ide hordod be Csongor, látja most már ezért. Aha. Köszönöm. Ide kéne kiüríteni a Ctrl-I betűvel. Ctrl-I-vel és ne egy helybe tartsa, hanem húzod előre, mert nagy kopasz lesz. De nem kell gyorsan, lassan. Jó. Utána leakasztod a pótkocsit, és visszajössz a traktorral, és akkor... Na, úgyhogy szerintem el is köszönök lassan, mert bármelyik pillanatban leállhat a stream, hogyha véletlenül megszakad, akkor kösz, hogy itt voltatok. Majd visszül az áram, legfeljebb folytatom. Nem tudom, mi lesz a sorsa ennek a dolognak, de most már azért elég nem erre van kitalálva az üzletmentes táp. Arra jó, hogy elmegy az áram néhány másodperc, azt a visszakapcsoló automatika visszakapcsol, akkor ne rohadjon le minden, de hát már most jó ideje nincs áram, úgyhogy jó esélyem van arra, hogy nem lesz egy fél óra hosszáig. Meg sokáig csiporászik. Azt hittem, amikor elkezdi csipogni, akkor már nagyon a végét rúgja. A lámpába is kapcsolok le, meg nem tudom, hogy a facecam mennyire sinli, meg mondja, kipróbálom. Mondjuk az a 10 volt, ez nem sokat osztoroz a gép teljesítményhez mérten. Hát éppen úgy látszik, ki manipulálja a videó közé a kamera, úgyhogy ez elég jó minőségű. Na, akkor közben gyerünk vissza silózni. Ugye Johnny is. Megyek, csak megtaposom. Taposod? Mindig a taposás. Na, visszajött az áram, megúsztátok. Oly, bár tűnik legalábbis egyenlőre. Na most, hogyha egy jó fél óráig bírja, akkor szed össze egy kicsit magát az aksi. Már kíváncsi vagyok, hogy meddig nem lesz. Most egyelőre úgy látszik, hogy túléltük. Most visszolgassam a csetet is, mert ugye nem láttam. Oké, törzsvendég vagyok már errefelé, hát Zarkit az lassan igen. A Seasons modot nem akarod kipróbálni? Nem tudom, egyelőre nem akarok ezzel öröködni, Krisztián, de annyira nem vagyok ilyen-nappal farmozós. Csak időszakonként előveszük, de majd lehet, hogy kipróbálom azt is. Szerintem inkább, hogy ott eszékkal. Oké, szervusz csavargó közben. Úgy vagyok a csatornán, Zarkit segítséget találtam ide. Hát igen, Peti, azt írtad, és köszönöm szépen, hogy itt vagy.
Itt van Párizs közben, jött valami lóc is, most már nézem lócokat is. Közben Szabix, csak egy lóc, hát ha enyém lesz az első. Hát erről már lemaradtál Szabix, mert MT még meg se kezdődött, a Steam szerintem már küldte. Szervusz Máté, múltkor letöltöttem a modokat, és csak FF17-es modok vannak, az mitől van? Mi? Nézd meg, lehet, hogy valamelyik... vagy másik videót néztél meg, vagy a múltkoriban vettem rossz volt berakva. A mostani videóban benne van ennek a modja, amit most használunk egyébként, Máté. Szervusz Gergő! Micsoda, a viharban ott? Hát... volt. Nem is igazán értem, hogy mit akar ezzel. Nálunk van még, vigyek át hosszabbítót? Árkázzal, lehet, hogy kicsit jó hosszú hosszabbító kéne. Szabolcsban is volt VR. Te bűvölted meg az áramot, Gábor. Hát, a kutya feje. Na, itt vagy már, Johnny. Akkor mehetünk. Bekapcsolom ezt a szekeret, aztán ja. Oha, Jocinak is van puttonya, úgyhogy most már én nem fogom győzni a szecskázást. Oha. Tolja neki, toljad neki. Tolja neki, Johnny, mert lemaradsz, mint a borra való. Elaggolok, nem, 1500-on kör. Mit csinálsz? Nálatok se jó, túl jó, akkor most még a net. Nekem úgy látszik jó. Na, a szünetem, de a stárfejtség úgy látszik, most kitettem a gáit. Azért rahat kíváncsi vagyok, hogy meddig bírta volna még. Azt hiszem jobb, hogy ne nem kell megtudnom. Tessék? Ne legyél rá kíváncsi. Hát figyelj, a 800 volt amperes, tehát nem tudom, elméletileg sokáig kéne bírnia. Csak ez a csiporászás az elég hamar megkezdődött hangosodni, tehát azt hittem, hogy ez már vészjelzés. És most nem tudom, folyamatosan sípolhat, majd egyszer kipróbálom. De persze nem a számítógépen rákötök valami fogyasztót, aztán megnézem, hogy mikor a végét rúgja, akkor folyamatosan sípol-e, vagy mi van akkor. Lehet, hogy ez még csak a középső figyelmeztetés volt. Na, bemelégítettem a... Garfield! Be lehet taposni a veteményt? Úgy van beállít? Nincs, nem. Akkor jó. Valószínűleg meg... ketten elég lesz hordani, én meg elkezdem kapni. Jó, hát most már vagyunk sokan, aztán valaki hordja. Tömörítsed. De azt is lehet, hogy vágjam, akkor más helyettem, szénhordom. De tömöríteni is kell folyamatosan, mert nem lesz meggyőzve. Azért mondom, hogy szerintem majd tapos. Jó, ezt a földet learatom, aztán utána valaki más fogja. Ezt cserélgetjük, én meg hordom. Gyere közelebb. MT küldött egy lúcot, tegnap RF4-be fogtam egy 28 kilós amort, 7,5 kilós orsóval. Nem irigyellek, akkor gondolom el voltál vele egész nap. Szervusz Mark Gamer! Fradika közben hostol, köszönöm szépen! Az a ez a sárga répa vetemény, az verte, nem? Johnny, mit, hogy látod? Sárga répa vetemény azért az odavert, nem? Vagy nézzétek az értékét, hogy mennyi, mert rengeteg répát adott. Nem néztem az értékét. Nem még majd. Aztán utána kell nézni, mert azt akkor vetni kell legközelebb is, mert ez úgy tűnik, hogy igen erős volt. Hát úgy van az mérethez, hogy kisebb vágóasztallal lassabban halad, csak ugye ezzel a modoltal háromszor olyan inkább ötször olyan tempóban megválasz, hogy gyorsabban is megy. Lehet haradni azt így, lehet, hogy jövedelmező, bár ez is jól tempózik a silózása. Milyen kormány? A G27-es kormányon van már, de leírásban ott van egyébként a nagy vonalakban a gépnek a periféria összetétele, meg a alkatrész összetétele. Szervusz Paprika! Csekkol... micsoda?
csekkoltam, ja csekkoltam, gondolom azt akartam, hogy a videót. Már azt sokan megtették viszonylag rövid idő alatt, hát remélem, hogy némi betekintést kaptatok ezáltal a vitorlázás rejtelmeibe, bár mondjuk abban biztos nem, de csongor lassan tele vagy, mi? Nagyon óvatosabban megyek. Még nem. Ja, még nem, jó. Már sor végig nem tudom, kibírja. Kibírja. Jó. Úgyhogy mindenképpen maradandó élmény volt. Kis vitorlázás. Aztán megígérte Brown, hogy még szívesen látnak, hát lehet, hogy szaván fogom fogni. Arra járok, csak nekünk viszonylag messze a Balaton. Beledobja, jó van. Óvatosan gyerőgöttem, hogy lassan megyek, hogy kiért kerülni. De nem éri el az a baj. Hogy tele van? Nincs még tele. Mindegy, lehet, hogy cseréljetek. Itt van a másik, összeakadhatok Jocival. Gyere, gyorsabb egy kicsit, mert lassan, ha messze van, akkor nem dobálja bele. Na, már most nem is dobja bele. De erre, mellettem gyere a traktorról a nagy vonalakban. Inkább tehát lehet nagy távolságot tartani oldalról, mert messzire elküldi. És akkor nagyon lemaradsz, csak mert nem menjél túl rajta, mert ugye a derékszögnél előrébb nem bír dobni. Illetve nagyon messzire sem hátra. Na, akkor jó, miután megnyomom a drive-os linket, mit kell csinálni? Le kell tölteni ezt a két fájlt, ami ott van. A Westfalikát, ugye az a térkép, azt nem kell csinálni semmit, csak berakni a... Hát nem tudom, hogy modoltad de már valaha a farming szimulátort. Tehát ugye ne ott menjél, mindegy, végül sem úgy taposod le, mamarul üdvösebb lenne, de most mindegy. Valamiért nem jó még mindig, pedig letöltöttem a mod mappát. Már pedig a kettő darab autolóder útkocsit vettük ki, az volt a bajom. Azt kivettük, de hát attól, hogy nekem is benn van, én sem vettem ki. A könyvtárból magából, csak a játékból kapcsoltam ki. Amúgy nem lett semmi, semmi változtatod. Jaj, bocsánat. Na, mindjárt megnézem a csetet, meg lemaradtam. Figyelni kell, még megfordul. Jóci. Na, azt mondja, hogy... Oké. Holnap lesz RTS, nem tudom, tegnap volt, hogy nem túl esélyes. Kicsit pixeles a kép, hát az érdekes, mert fullos a dolog. Ja, mondjuk a farming szimulátor kicsit nehéz enkódolni, úgyhogy lehet, hogy azért olyan, mert egyszerűen az OBS nem boldogul vele, ha arra gondolsz. Oké, szervusz Hunprime. Miután megintem a drágás, oké, szervusz Gyuri Channel. Berserk, Johnny. Na, Claudia, azt meg kell nézni. Elvihettem a traktorod? Nyugodtan, az jó, gyors traktor. Oké, köszi. Hát talán nem tudom, mert nem ismerem azt a kormányt. De volt itt valamikor valaki, nem is tudom, kinek van Thrustmaster kormány, itt van most ő? Ja nem, az RTS-ben volt. Nem tudom, akkor is hogy te voltál? RTS-ben? Nem tudom, a Thrustmasterhez nem nagyon értek. De farmingban nem tudom, hogy... Igazából szerintem ugyanúgy kell, mint bármi más. Bebírod állítani a Holt játékot, azt nem tudom miért a Rappot 14-re állítja a hülyeség, tehát ezt le kell venni 0-ra vagy 1-re. Nagy vonalakban. Aztán meg hát ahova kéznek áll a dolog, tehát most utána minden egyes funkciót be tudsz állítani kormányra, csak hát az ésszel, mert sokkal több funkció van, mint amennyi lehetőség a kormányon. Ilyen kombinációkkal lehet pótolni, de igazából van egy csomó dolog, amit fölösleges rárakni. Mert ugye a rakodógépeknek a karmozgásait is például, ez is rengeteg lehetőséget elvesz. Mert sok irányban mozognak, szóval alapvetően sokszor nem kell. Én azt úgy kombináltam egyszer, hogy kontrollert is beraktam. Közben Fantaika osztol, köszönöm Pál. Vagy nem, ez más, ez Taika Fan. Fantaika, na, valami új ember jelent meg a... Vagy legalábbis új névvel a Twitchen. Közben szervusz, Balázs Jóci a Twitchen. Szóval van egy csomó, amit kár kontrollerre raktam rá, időben, de fölösleges volt szerintem a... Nem értem meg a trükközést. Szerintem Jóci, tele vagy. Lehet is lehet, jó ideje. Nem? Na vagy tele, mennyi van benne, Jóci? Most lett 99. Na, most lett 100. Na, akkor jó. Akkor vigyed. Akkor cseréltek. Csongor.
beáll a sorba helyetted. Oké, okay, na akkor Talon, igen, ezt lekérdezted. Az meg Klobbal beszél, már Gábor akkor, jó, merünk dolgozni. Na, meg elment az áram. Áll az égnek, ha visszajött. Kicsit rapszodikus most a helyzet, áramellátás területén úgy tűnik. Na, még egy forró, gyorsan vissza, aztán nagy boralakban le lesz szecskázva. Tudom, csak akkor majd cserélünk, ha az volt a ígéretem, hogy akkor valaki más arathat, majd eldöntitek, hogy melyik őtök. Azt én meg elcsillem a traktorját egyelőre. Na, ki akar aratni? Én aratok. Na, akkor cseréljünk. Oké. Okay. Melyik föld legyen a következő? Tök mindegy, még kézre sem. Komanken. Na várj azért meg. Mert nem dobálja, mehetsz. Öt, kilenc, négy, három, kettő, állj! Ja. Majd majd a... Mire változtatok? Leváltó. Mire változtatok a jelt? FS, FS kis gazda, nagy F. Nagy F. Oké, okay, szervusz Andor! Ott is ingadozó? Na tessék, olyan hülye kérdés volt, ezt meg kell néznem. A szuper... Születmentes táp az milyen elnéz... Micsoda? A születmentes táp az milyen elnézést... Hogy milyen? A márkáilag? Nem. Vagy ki érzed? Vagy milyen szempontból? Vagy csak mi volt előtte, volt valami. Szóval én vagyok Asztali, csak a nevet már nem engedte. Értem? Akkor Pál jelentkezett be Twitch-re. FS-be nekem át kell írnom a konfigot, hogy ne legyen Holt játék, mert minden nyitásnál 10%-ra hajtotta magát. Tehát az remek, de át kell írni, az kész. Van, hogy minden kell... Micsoda? Van, hogy miket kell átállítani, vagy hogy miket kell átállítani a Talon. Hát, ma most nem bírom megmutatni, mert az csak a főmenübe lehet. De ott a beállításoknál van mindenféle ilyen kitérés, azt mindent le szoktam venni nullára, mert ugye pedálnak, minden fütynek van. Jaci. Holt játéka. Mennyi okay. Keresztül rajta, és közben enged. Melyik a kedvenc Buzzmenszeres filmed? Nyomás után a paprika, én szerintem. Nem, nagyon sok kedvencem van, talán az, hogyha egyet válaszolom kell. Levetem az érzékenységet, és nem működik, minden minimum az érzékenységnél. Kontrollról viszek át áramot, nem már az viszont csak nincs olyan túl messze, kb. 50 km-re van. Jön valaki? Twitchen, oké, Pál. Közben megyek meg utoljátok magam a csettel. Oké. FS kis gazda. Szervusz, bro. Szervusz, Gogo. Mert egy kamion üresen. Látszik, hogy traktor előnyt élvez, hát persze nem kell ugye akaszgatni. És nagyon ugyannyi fér bele, mint a két pótkocsiba, úgyhogy nem túl gazdaságos.
Köszi, Johnny. Mindjárt. Jöppá. Jösszit elgázoljuk. Oh. Na, jön Rizler, az Isten áldja meg, kapaszkodjatok. Tanksapkát lezárni. Kösz, meg vagyok, Gogó. Mikor lesz Minecraft? Hát Paprika szerintem, az mindig van, csak nem nálam. Találsz a neten eleget szerintem. Szervusz Erik, ismerek, mert Fávizsőzsé lakta. Én? Erik, ki vagy? Honnan ismerek? Szervusz Erik egyébként. Hogyha Fialos Uliba jár. Nincs oda. Szervusz Márk közben. Jaj, mert te itt voltál már, jut a szembe. Nem baj, ezért hello. Na, akkor gáz neki lassan. Rizler, tedd kettesbe a gépet. Szervusz Balázs. Mit csinálják, vágják füvet? Fenét. De... Vegyél szem előtt meg külön, mert csak lopod a gázolajat. Tessék, itt vagy Jóci. Elgázoltam Rizlert. Köszi, szaladok. Egy pont. Ezt és nem ugrál össze-vissza azok. Van álmanyag úgy látom. Ugrál? Lesz mit taposni, úgy látom. Szervusz, Márk! Lesz mit taposni? Hát rosszunk egy keveset, úgyhogy csak izzíts el a Big Barot. Már olyan szép. Á, nem, John Deere-em. Egyenes volt. Nincs, egy gyors úgy, azért majd helyezni kell erre a traktorra, szerintem rövidest. Melyik föld? 6-os? 7-es? Anyag. 7-es. 8-as taratják. Vagy legalábbis eddig az volt. Olyan csak én hordom, vagy mi van itt? Rizzel hozzá pótkocsit. A kékkel is lehet menni? Hát de ugyanott van a csongor, ahol eddig volt. Minden. Most arat üridették. Amelyikkel akarsz, azzal mész. Csak ne John Deere legyen. Jó. De ahogy volt, Kokó, nem volt el, nem se jó. Csirkém volt még nagyon régen. Meg hányos föld? Halam, meg kutyám, meg most manyulam, de az csak szobanyuszi. Valaki most egy kicsit nem értem szerintem, mit csináljak? Berakok egy módot a farmingba, és mikor belépek, akkor nem adja ki, tudod, ahol be lehet választani oda között. Hát azt nem tudom, hogy jó helyre raktad egyáltalán be, tehát ott kezdődik el a kérdés. Aztán jó helyre raktad be, az biztos, akkor meg elképzelhető, hogy nem. Tehát vannak olyan módok, amik nem működnek csak single-ben, meg vannak olyan módok, amik működnek multiba is. Tehát most nem tudom, hogy single-ben vagy multiba próbálod a dolgot elindítani. Jövőnek, megvan! Megvan, annak örülök. Nekem bezzeg, nem köszönsz. Jaj, bocsánat, Balzsik, hát annyira írogattak a cseten, hogy egyszerűen figyelnem kell a játékra, és nem mindig érkezem, de bocsánat. Szervusz, Erik! Ja, te is itt voltál. Na, már most teljesen meg vagyok kavarodva. Te is valaksz, hogy gyulakkal pár, de hát én mondom, csak egy gyulam van, de az is dísznyuszi. Csoki nyuszi. Nem, Foltos, Vitéz Foltos Leonár. A becsületes neve, mert a Gárdonyi Rönkvár kapitánya lovaggá ütött, és hát Vitézzé avatta. Mert hősiesen helytállt a vitézi próbán. Neki az volt a dolga, hogy nyugton tűrje, míg a gyerekek játszanak, és ezt a
ezt a feladatot ellátom maradéktalanul. Az is számít. Jaj, hova megyünk? Közel vagyok. Megjött Yoshi is. Pont jókor, mert 3-2-1-0 tele vagyok. Minden is számít. A Zero is számít. Ki mondja meg, melyik filmben volt? Mezei piros pontot kap érte. Itt a Zero is számít? Itt minden számít. Fú, ez nehéz kérdés. Bud Spencer Terence Hill film természetesen. Nem biztos, hogy jó a frissítésnek a száma, az is elképzelhető egyébként. És ezt az aratógépet folyamatosan üríteni kell? Igen, nincs puttonya. Nem nincs puttonya. De? Hát minimális. Vagy minimális van neki. De gyakorlatilag semmi. Tételezzük inkább úgy fel a dolgot. Hello. Hello. Tudom engem is. Rizzler is itt van. A Rizzler nagyon csörtben van, úgyhogy vigyázzatok, mert valahol benne szinte pancsol. Majd szóljál tárgyházban, mert itt vagyok. Rakstart készen. Na, hogy tárgyház? A tanyába. Jött a nyába? Itt egyelőre 1, 2, 3, 4, 5-en vagyunk, úgyhogy még van egy hely. Most mivel a film pluszon a kincs, ami nincs, igen Zsolt, nincs 2, 4 nélkül volt előtte, és most jön a... Most van a... Kincs, ami nincs. Megjönne egy szponzor, akkor nyomnám a Kincs, ami nincs zenéjét, mert az azt tudom köszönteni. Szervusz, Laci! Ja, hogy itt vagyunk már sorba. Akkor Yoshi jön. Addig megnézem, mi újság a tanyán. Közelített. Jobbaj, hova kerültem? Még máshova. Yoshi, gyere! Kb. Egy óra alatt kijött valós időben. Azt hitte a gatya lesz az orsó, de full jó bírta. Ali kapott, Pride orsó, örökös. Na, nem kizette a nagy amúrt ugyebár. Ezzel te mit csinálsz egyébként, Johnny? Az egyengedsz, vagy töbölítesz is? Ez minden csinál. Ez tökéletes. Egyengedsz. Pap Krisz is szereti hagymásból Twitch-en, köszöntelek az ínyencek között, illetve hát írta is a csajtra, úgyhogy köszöntelek ott is, bocsánat, hogy nem figyeltem. Csak a YouTube tele. Van többet írnak tele, akkor mehetsz, akkor Yoshi. Az egyengeti is, meg töbölíti is. Az nagyon jó akkor, hogy áll. 99%. Az jó dolgozik akkor. Azt is, hogy millió liter van benne. Mi? Csak a tömörítés a 99. Azt mondom, tömörítés 99%-os, hogy így mondtam. Jó, hát az le van. 100. Na, az most már 100. De van benne majdnem 110 ezer. Vagy 1,1 millió, bocsánat. Liter. Hol vannak a bocik? Van 10 darab bocink. Ennek a bocik. Hát nem itt úgy látszik. Jelenleg kimannak, azok legelnek. Nagyon jól teszik. Fantaika, hogy szerint egymás a bot. Köszöntelek az ínyencek között a Twitch-en. Hello! Jó az ellátás? Elégedett vagy mindennel? Hát remélem felugrani. 17-be felületett. Nem lett. Na. Tessék akkor legelni, sokasodni. Ennyi még. Mennyi Csabi, mennyi. A másik végére inkább. Középről. Jó, onnan lassan.
Servus Ladislav. Hello Terry. Meddig tart még? Hát nem tudom. Egy óráig még biztos. Aztán majd látjuk. 100%-kal majd jobb. Servus Robine. Sajnos Misek nem ment a LOL játék, szóval végzett az élővel. Ja, ennyi volt Robin. Hát játszol akkor mással. Hát. Vagy hogy érted, hogy nem ment, hogy rosszul ment neki, vagy... Illetve mi az, hogy végzett az élővel? Nem lesz másik, hogy már elég volt. Na, közben valami üzenet jött. Hát 17 már nem hiszem, hogy lesz. Legalábbis úgy lesz csak, hogy valami ilyen nosztalgikus, valami összejövetelt legfeljebb tartunk, de nagy darab számban szerintem nem lesz már 17. És farming is alig van. Az is akkor inkább 19 legyen, az mégiscsak talán nézettebb, illetve hát majd akkor össze fogunk dobni 17-et. Majd lehet, hogy Bigyulát rábeszélem, hogy jöjjön már egy live erejéig, meg egy ilyen régebbi nagy csapatot összerittyentünk. Jóci, nem vagy tele? Nem látom fel a futtonyodba, de... 69 százalék. Hát akkor még rengeteg hely van, akkor nem is karézok itt fölöslegesen addig. Oké. Okay. Hogy lehet visszatiltani a Insta Live-t? Hallványkra gőzöm, nincs paprika. Ja, azt rosszul meg neki, és kirécselt. Ja, hát akkor kicsit menjen pecázni, azt üzenem neki, remélem, hogy majd... Akkor... Hagyja, ezután lesz perc, tessék! Nem tudjuk két betakarítógép? Ja, lehetne, de ez is bérelve van, tehát anyagilag ugye nem vagyunk teljesen... totál elszállva. Hát figyelj, azt lehet csinálni, hogy akkor... én meg, nem, nekiállunk más tarat, vagy szemre is akartuk várni a kukoricát, nem hozok egy normál kombányt. Jó. Visszakocogok ezzel, és akkor... de akkor, akkor viszont majd Johnny is hordja most már, betömörítette. Meg ketten azért kérnek a sötösség. Ami van még hozzátok, jó, és lezárom a sírót, mert ez elég lesz. Jó, de hát rengeteg van még ebből a földből, vagy akkor felezzük el. A többi mehet szemre. Mennyi híja van még, hogy erre legyen? Silónak? Silót akármikor le lehet zárni. Hát jó, csak akkor utána nem bírsz már belerakni. Hát figyelj, tehát hordja te is. Behordodok még egy millát, aztán utána letakarod. Majd betömöríted, hordjuk a szemet. Mert utána a szemre is, hát meglátjuk, hogy úgy. De akkor most vegyünk még egyet? Nem kell. Én szemre vágom mostantól. Tehát hordjátok ketten azért a silót. Rizler meg hordja egyedül azért, mert ugye a kombányba fér bele. Alapértelmezésben ugye. Most ezt csak így leparkolom, majd elpakoljuk a végén, hogyha már nem kell. Tehát tele vagy össze. Elmegyek sima kombájnnal, szemre vágom a kukoricát, Rizler hordja, és akkor úgy mi ketten el leszünk, ti meg hárman. Kettő hordja, egy meg vágja a silót. Oké. Okay. Ezt gondoltam. Csongor mi látta a kombájnom? Kint van a föld szélén, mi? Kint van a repcében. Ez nem az, ez az. Ez pont jó. Üres, üres. Hát akkor meg szinte tök. Hogy néz ez ki? Áldja meg a rendszert. Hogy néz ez ki? Dolgoztam vele. Ki dolgozott ilyen trehány módján? Nézd, mennyi üzemóra van benne. Azt a... ráadásul. De legalább van benne üzemanyag. Hát, azt arra én vigyázom. Még de egy házunk. Klaul, nagyon messze lakik Szentestől. De szépen el lehet egyengetni ezzel egyenes. Claudia, tudjátok milyen messze lakik Szentestől? Úgy nagy vonalakban 350 km-re. Ez is ötünk még több. Ja. Úgyhogy elég sok. Még jön valaki, vagy lehet bevinni a képet? Bubi, bálázni is lehet most nézem, nem is keveset. Vagy elbálázunk Siló üzével összedjük, mint hamsterkocsival. Mondjuk a bálázás az egy jó művelet, de nem túl szélre vezető jelenleg. Nekem van egy jó bálázom, hogyha gondolják. Hát igen, csak az a baj, az autolódos pótkocsik pont kiestek a szórásból, úgyhogy... De ez nem autolódos, hanem a gyapot szállítós, ugye? Tudom, csak hogy az bírja a bálát szállítani? Bírja. És autolódos? Nem, két bála fér bele. Ja, értem, de... És akkor szalmából is jel akkor a bálákat? Igen, igen. Szalmából, szénából, meg fűből.
ez, ja, Johnny, kivitted a kocsiját a vágóasztalnak, vagy kivitted pőrén? Nem, lábon mentek. Jó, mert nem hoztam vissza azért. Most nézem. Ne, lábon mentek. Most egy kicsit van probléma benne a farmon a helyjel. Meg ott a gigakamion. Azt láttam. 200 ezeret lehet vele vinni. Szerintem sajnos az eső. Hát már kapsz jó nálunk is egyébként. Szervus Stitch! Sponsor érkezett, osztály vigyázz! Vágjátok már ezeket az osztok. Győr új falul az Gábor. Hát az sincs túl messze akkor Claudiától. De a sár jobban tetszik, mint a többi traktoron. Meg minden mert ezzel a gépen van, és a többi gépnek csak a kerekes áros. Ennyi. De figyelj már, ez az asztal, ez hogy néz ki? Ez szerintem rommában már kópa. Hát nincs ott a festék. Mindjárt megnézem a szervízbe. Mennyi zapot, hogy rost levágtam vele? Hát ezt én értem, de hát azért karbantartás az hát, tudod, csak ráfér. Majd mindjárt, állj meg Csongor. Állj meg. Csongor. Kérek szépen, azt a vart, mindjárt megjön. Jaj, nem menjek be akkor szervizbe, megjavított talpon? Jó lesz így. Egy fokkal. Megvajon így. Kombány. Uram. Annak nincsen semmi baj a kombány. Annak nincs, ez viszonylag jó alapodó van. Hát van egy picit, de nem sok. Hello, Hon Gamerre. Két és fél alatt játszottam a GTA online játékalban. Na, Robin az. Szép. Szervusz, Vatkan. Vadászat lesz, hát már az tényleg nagyon el van maradva. És már pofán még valamit. Kajka, mindjárt jövök. Oké. Okay. Na figyeljetek akkor mostan. Én nekiállok, akkor 8-as, akkor 7-es vágom szemle. 8-as még itt silózhatjátok kedvetekre. Ah, lehet, hogy még abba is be kell majd szállni, mert jó nagy darabban. Azt meg itt hagyták az urakat, csak beszedem már, ha már itt van. Az urak. Nem szedi le, az olyan bug. Tételezzük fel, hogy az. És nem a kombájnom romlott el. Ott rohan a taj. Na, akkor 43 fok meleg van. Meleg szél. Fúj, hát igen, az gyilkos kombó mondhatni. Mi van? Ja, nem vagyok benne a farmba szerintem. De te hogy vágtam akkor? Miért nem vágsz Johnny Izzy? Mi? Vágó azt a... Be vagyok a farmba. Nem bírom levágni a kukoricát. Mindjárt megnézem, szállj ki belőle. Tarika, rak fel a kukoricavágót. Ja, hülye! Gabonával mi? Bocsánat a részvételért. Te le vagy, Johnny? Hát, csak a kombájt hoztam. Jó nagy marha vagyok, nem vagy? Kerülünk egy kör. De Gabonával, nálad, urak már észrevették. Gyorsan, csak én nem olvastam pontocsetet. Rossz vágóasztal, jaj, másik. Hú, nagyon... Azt nagyon benéztem. Szervusz, Péter! Nem kukoricázunk. Menjünk asztal cserélni. Ezt egy kívülről nézem, mert el fogok akadni gyorsan. Tehát, hol hagytátok az asztalát? Jó, hogy tudja. Már. Hol hagytuk az asztalat? Bent van a telepen. Nem, már értem, hogy a kocsit, asztalkocsit. Azt már nem használtak. Nem, azt felrakhatod a egyik lintre. Ramona is szereti, hogy másból üdvözöllek az ínyencek között. Ajaj, szlalomozni kell. Már rajta van az asztal. A Johnny itten. Itt 100 000 nagy rössel kanyarodik. Driftel. Ugye akkor keresek valami alkalmasabb asztalt erre a célra.
Hol vannak? Ott vannak, ott van egy asztal, szerintem. Jaj, de nem jó, szerintem kombányt kéne cserélni, mert... Vagy melyik a... Ja, nem, van nekik is nagy asztala. Kicsiket eladtuk már, vagy még azok is megvannak? Igen, nagy asztalok van. Mert itt van lenne egy kis valami, az nem tudom is ez a kis zöld, de itt lesz ez a fekete zöld, amit neki vettem annak idején. Ó, oh, de az fölötte is van, tele van. Hát akkor muszáj lesz majd nem ide rakni. Ugye nem, széles üres. Oh, 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 oh. A duda mennyire működik a nullával? Biztos, hogy kiszerelték a csirkefogó szerelőt, hogy ne dudálja. Nem tudom, hogy miért nem dudál egyébként. Nem máshova van állítva? Nekem dudál, csak ő betű. Jó, ő betű. Az sem így. Mármint magyar billentyűzetem nekem az ő betű. Igazad van, igazad van. Tudsz magyarul? Hát nem nagyon. Na, mehetünk is akkor visszakozz. Aktuálisabb az asztal, akkor lehet, hogy jobban fogja vágni. Jó, hogy nem gyapott kombányra mentem ki. Milyen kormányt használok én? G27. Logitech G27. Azt meg kell taposni, gyerekek, mert... Ha nekem kérdezed. Hosszabb jelen 1-2, elég rég reagálok, csak közben dinnyítettem. Na, fú, az jól megy, szezonális gyümölcs. Kár, hogy azt nem én találok, talán holnap kapok olyan kormányt, ami jó PS1-hez, meg PC-hez. Ez milyen lehet? Ez jó, a visszasom. Vannak egyébként olyanok, amik konzolhoz is, meg PC-hez is jók. Most az is levágom itt ezt a... Meg kell kenyitni ezzel, nem ezzel. Itt gyanúsra kellett volna várni, ahogy... Gyere közelebb, Jocsi! Aha, sok hogy porzik! Na gyerünk! Szervusz kis dió! Hány forint volt? Hát Gogo, az a helyzet, hogy amikor én vettem, már nem gyártották. Két és fél éve vettem, 50 ezer forintért használtam. De nem volt használva gyakorlatilag, csak meg volt véve. Úgy nézett ki, hogy nem nagyon volt hozzányúlva. Úgyhogy viszonylag jó vétel volt. Hát most már szerintem jóval olcsóbban lehet az éneket kapni. Legalábbis bízom benne, csak 29 volt akkor, ami ennek a facelift verziója gyakorlatilag. Akkor azt gyártották, csak ugye annyival nem volt jobb. Eleve annak kinézetesen volt nekem annyira szimpatikus, illetve 90 ezer forint volt maga a kormány akkor újonnan, hogy ezt lehetett újonnan kapni. És ahhoz, vagy 95, és ahhoz még vagy 15-20 ér kellett volna váltót is venni, ez meg volt 50 ér váltó is. Nem ti? Na így már vissza a kukoricát, hát ez biztos, hogy sokkal hatásosabb, mint a gabona asztal. Várja, itt van egy traktor, nem tudom, hogy vagy ne valaki. Á, ezt lecserélem. Az a Johnny-é. Nem baj. Hoppá, neked csak a... Szervusz, Márton! Királta a Platinum DLC bemutatását. Márti, én még nem láttam, de... Majd ránézek, most mi nemrég jöttem, haza nem volt úgy nagyon érkezésem. Szervusz, Gyula közbe. Csak nem maradtam szerintem pár. Igen, Székelynek is hello. Úgy látszik, őről is lemaradtam. Johnny, mellettem, gyere, ne hátam mögött. Illetve akkor... Nem csak akkor 90 fokot fordul, nem 900 vagy 360 fordul, ezt be lehet állítani. Lehet állítani Gogó a kormányon, hogyha fizikailag tudja, de azt a driverébe. Szervusz, Rajmi! Van még egy hely szerintem, hogyha játszani akarsz. Jó, akkor visszarakok mindent a helyére, mert...
Elnyomkodtam. Oké, na akkor nézzük, már nem győzöm egyszerűen olvasni. És hol állok, azt tudom, hol vagyok. Ja, végigértem a soron. Szerintem, hogy itt levágom külön ezt a szekciót. Na, így valahogy. Gréta, mi fog játszani? Hát nem tudom. Bocsát, Lilla. Most már alszik, majd valami délutáni streambe legfőbb. Megpróbálom, de örülök, hogyha nem nagyon gépezik, úgyhogy nem erőltetem a kérdést, de hogyha lesz kedve, akkor majd valamikor beteszem. Lehet egy kérdésed, Székely, csak elnézést visszafel, már nem látok többet. Nem nevezem meg az áruházat, de 89 a G27, 99 a G27, az igen. Schwalbe Simpson is szereti hagymásba volt. Igazi veterán motor nevét választottad. Nagyon szimpatikus régi motor volt a Schwalbe. Nekem van most is még Simpsonom, csak nem használom már vagy 15 éve. Milyen? Hát 51-es, hát vegyes, 50-es blokkal egy 51-es váz, mert az 50-es blokkom az jobb állapotban volt. Az 51-es az nem, de van meg is darabokban szerintem megvan mind a kettő. De 50-es blokk van 51-es vázba építve. Így van, amit elhagytam. Nem sok. Hogy kell drivert megnyitni? Hát... attól függ, hogy milyen driver. Mit pont kocsit elbírom mindegyszer? Az milyen? Ez Logitech vagy milyen? Nem bírom. Na, hogy viszed? Hát traktorról leakasztom, hogy nem lehet felakasztani? Nem. Ezeket biztos nem. Biztos van olyan valaki módon, akar silozni? Amit módok között, amit lehet sorozni, de... de ebben is. Ahhoz nem fog elférni. Jajajajaj. Nagyon sokat írtok, nem győzöm olvasni. LTS, tegnap volt LTS Ramona, úgyhogy szerintem most hirtelen nem lesz, de azért nem van sokkal lesz legközelebb. Oké, Tanyi Mimin. FS-ben ott tudom állítani, hogy ne amortizálódjon olyan gyorsan a gép. Hát szerintem a játékmenetben lehet, hogy tudod állítani. Ugye ezt képet nyomszom, megnézem, hogy hol lehet. Szeretném átadni a modimat, ha lehet. Na hát... nem. Ha kívánságot, akkor elveszem, de nem kell átadni, mert van elég. Lesz hát egy klasszik, hát majd valamikor szerintem biztos, csak Snoopernek még nincs meg az a játék, azt nem tudom, hogy neked velől kezdeni, de majd irajt legfeljebb elcsípem. Szerbusz Zoltán. Szervusz, Márton Horgász, most élő adás, hát az is lesz néha-néha. Na, mit csináltál József? Jaj, mondd már nevem, hát Zoli letiltott a üzenetet, de bemondom neked. Tronicek József, ha jól olvasom, csak elég apró betűvel látom. Nincs névbemondás, no, nálam van egy fene, ennyi legyen a legkevesebb. Keltes udvarod van? Hát, az enyhe túlzás, de mondjuk. Azt nézd. Mondom a márkát pillanat. Szia, már megint itt vagyok. Na, szervusz Botont közben akkor. Az igen. Tudod, hogy volt? Akkor gondolom látod. Láttam. Is. Szervusz Márton. Ne, bacakolj már, mert letaposlak. Feri közben hostol, köszönöm szépen. Baj van, elakadtam a filóba. De lakadtál, az elég kellemetlen. Nekem most adott a kamion? Neked. Na, elindul. Vagy nem? Kapcsolatban a differencia az állat. Ne kell túrni előled. Hát srácok, ez elég lesz. Többet nem. Gambird, márka, hát az életemben nem hallottam, hogy gőzem nincs. Akkor ezt mondani, hogy egyen videóbe? De, ide, ahol elállok innen. Most akkor széke, nem tudom, hogy akkor mi a vágyad, mert hogyha gondolod, akkor azon nem újon, de...
remélem nincsen semmi baj, Gember a kormány márkát, nem ismerem azt a márkát, hogy őszinte legyek. De gondolom, keres a neten, ha van-e hozzá valami driver, ha van, akkor biztos letölthető. És ott nagy esélye tud állítani a keretek között, csak nem tudom mennyi tud fizikailag a kormánya. Tehát, hogy most elkezdett tekerni, akkor mekkora darabot tud fordulni. Fogjátok kombányt, menjetek ki Taikához. Tele van, szecskázol, vagy mi? Hogy tele van a siró? Meguntad? Nem, elég lesz ide. Bocik. Mondjuk az biztos, hogy elég lesz egy jó darabig. De egyéb iránt meg ott van az izé is. Többi mehet a bunker, az álló siló is, oda is be lehet nyomni a füvet, azt ugyanúgy lesz írás. De azért mondom, hogy nem kell, elég lesz, ezt letömörítem, lezárom. Megérik aztán. Gréta, mikor lesz, most is van. Csak éppen alszik. Mennyi híja van? Rengeteg tél. Azt ott honnan lehet elvenni? Hát PS-ös, nem tudom, hogy van-e Márton egyébként őszintén. Van, szerintem van. Csak nem is konzol, és nem tudom. De hogy pontosan milyenre, azt nem tudom. De van konzolra farming szimulátor, csak nem lehet együtt játszani a PC-sekkel. Tehát cross-platform az biztos nincsen, viszont azt tudja, hogy van valamilyen konzolra. Jó, figyelj ide! Azt most Xbox-ra vagy PS, azt nem tudom. Ja, tölteni! Ja, hát úgy értem már a kérdés, hát úgy nem tudom, hogy lehet-e. Ja, nem. Egy nem is illik erről itt társolni, másik oldalról meg gőzövics. Hát megvenni meg lehet, az biztos, hogy ha úgy megvétel után letölteni, az biztos, hogy járható út. Csak nem tudom, hogy PS-re, hogy meg hogy nem lehet kalóz dolgokat rakni, de hát ez nem is kívánok foglalkozni különösebben. Live vele mikor lesz? Hova? Hoppá, tele vagyok! Itt a déli busz. Közben hallgatóztam, hogy ébrem van-e még Gréta, mert akkor behívom, de szerintem ma alszik legalábbis, ahogy bár tűnik. Lehet, hogy jobb lesz, hogyha ezt kiborítjuk aztán. Mert már most majdnem visszamentem a végére. Szervusz Tamás! Melyik? Melyik porokat töltsem le a... Igen. Mind a kettőt, Rajmi, mind a kettőt. Az egyik az csak a map, a másik meg a modok, amik be vannak járművek. Taika, nem veszel egy kicsit nagyobb asztalt? Ennél nagyobbat? Hát meg nekem van. Hát ez elég nagy asztal. Kicsi. Hát nem tudom, Johnny van nagyobb. Ez a 13 méteres, nem? Nem. De volt ott másik asztal is, nem volt? Az Jocinál van. Kiné van az aranyszíni. Jocinál. Ez kapella asztal, ez nagy. Ennél nem szó, hogy van nagyobb. Vagy kapelló, vagy hogy hívják. Kapella az más. Mindegy. Akkor kapelló. Kukorica adapter. Kapelló van? Kapelló, és ez kérlek szépen, ez 12 méter. Ennél nagyobb van. De most nem az írják. 8-ason kívül van valamelyik? Tessék? 8-ason kívül van valamelyik? Vagy 8-asba kezdik én is? Hát nézd meg a térképet, ha őzincs, hogy hol nincs még learatva, de itt a környéken. 65-ösben is szerintem az van. Az hát, meg a 62-ben is. De ide is jöhetsz, mert ez a kamion sose fog megszert. Melyik? Ez a kék. Hát az 200 ezer megy bele. Hát megy a munka, Tamás, az kétségtelen. Hát van is mit csinálni ennyi földön. Egy jó akarónk, aki megvette a filmapot, úgyhogy... most már lehet dolgozni. Igen. Akkor melyikbe menjek? 65? Lehet azt is. Gyere ide. Hát a 7-es azt mindjárt lecsapom. Melyik? Mehetsz a 9-esbe is. Látom,
Hoppá. Egyre elnéztem a sort. Melyik modpack mekkora tárhely? Hát a térkép az olyan 700 meg a körül van, a többi meg olyan másfél giga. Abbá meg elnéztem. Hogy is hívják a kormányhoz azt a mit? Driver? Driver. Úgy írják. Beírod a típusát a kormányodnak, meg driver, meg, vagy valami ilyesmi, és akkor biztos ad fel valami oldalt, ami tartalmazza a dolgot. Megvan a felmap védve. Micsoda? Ja igen. Áj, csetet olvasom mindig. Ezzel mind GPS fogadjon mindig konfigozva. Hol van, mióta megyek? Meddig lesz a live, hamarosan hazaérek, írjatok, mert nincs hang, sajna. Aha. Hát amíg haza nem érsz. Majd nem tudom, hogy nem tudom, Steven írjak, vagy hol írjak. Tajika? Tessék. Vesz egy ilyen 12 méterest. Hát 12 méteres van rajtam. De neki... Az enyém már 8. Ja, elfogyott. Az aranyszínűt rakt föl. De az jót csinál. Ja? Vagy jót. Mindjárt menjél oda. Johnny kell, intézkedik. Menjél oda. Nem vagyok belépve szerintem. Fogom gazdának, hogy minek. Vagy mindnak. Mert intézem. Vesz valami? Rizler, neked lesz tankolyan be majd? Hova? A Servus József! Persze. Mindjárt 76%-on vagyok. Johnny a... Mikor ezt még nézzük, hogy rám jön, szerintem gyakran lesz majd, mert úgy látom, hogy van keletje is, meg... Úgy általában nem kell csalódnom azokban, akik bejöttek játszani, úgyhogy gyanítom, hogy ennek van létjogosultsága, van inkább olyan szűk keresztmetszet lesz, hogy 6 fős ugye a dedikált szerver, úgyhogy vagy nekünk kell osztani valamelyikünknek a szervert, vagy pedig akkor bővíteni kell a létszámot, de hát ez majd megbeszélés kérdés a dolog. De egyelőre jól működik a dolog, úgyhogy nem vagyok ellene. Ja, RTS vagy vagy micsoda? Nézői multi vagy RTS alapmapon. RTS? Hát azt nem, az nem tudom. Azt hittem, hogy erre gondolsz. De elgondolom, hogy erre gondolsz. Ezt megválasztottam RTS, mert nem tudom, ez változó. Itt vagy mellettem valaki, akkor üljetek már kicsit, mert 95%-on van. Ezt most megint mellé mentem. Szerintem, vigyázz, megállok. Szerintem az előző sorsa ott tök egyenes. De hát én sem mentem egyenesen.
Az a baj, hogy Ferdillet elkezd. Én is próbálom egyenlőtt. Én is Ferdén megyek, ugye, mert nézek oldalra a chatre, aztán nem veszem észre a sort váltok. Mindjárt leszek. Kösz József, meg vagyunk. A dedikált szerver az hogy működik? Micsoda? Na, úgy működik a dedikált szerver, hogy meg rákeresel arra, hogy Taika, ugye a Continental Europe-on. Van egy olyan szerver, hogy Taika, Nitraro.net vagy ilyesmi a végeredek, hogy Taikán rákeresel. És ott tudsz jelszót, akkor tudsz csatlakozni. És ennyi. És a szerver az folyamatosan megy, és akkor mindig be tud menni az, aki akar. Csak hát nyilván ez úgy nem működik most, hogy... Tehát azért meg fogom változtatni a jelszót, tehát mindig ugye ilyen streamre megváltoztatom, hogy be tudjatok jönni. Ezt meg visszaírom, mert ugye ne, mert az randalírozás ad lehetőséget. Bár ha nem tud valaki adminisztrátornak bejelentkezni, akkor éppen semmire nem megy vele, mert nem tud menteni. Tehát lehet itt trollkodni, meg szórakozni ugye, aztán utána majd akkor koppan, amikor menteni akarja, mert nem bírja. Hát igazából végülis így, ilyen szempontból védő vagyunk addig, amíg és védő van a szerver addig, ami nem tudja valaki a adminisztrátor jelszót. És a dedikált szerver úgy működik, hogy bérelni kell a szervert. Ugye aminek az ára függ a létszámtól, a teljesítménytől, stb. És akkor általában havi, több havi, fél éves, éves viszonylatban lehet bérelni. És értelemszerűen minél nagyobb, minél hosszabb távra, a fajlagosan annál olcsóbb. Szervusz, Antal, Máté, vagy Matthew. Te vagy a Máté a keresztemről, mert aztán kisudíroztam a Matthewból. A pontos márkát hol tudom megnézni? Hát rá van írva, gondolom a cuccodra valahova az aljára, vagy nem tudom. Az általában rá szokták írni a típust is. Nem csak a márkát magát. Hát Tamás, az sajnos nem, mert nálam az úgy működik csak, hogy a barátaim kapnak, akikből megbízok, hogy ismerjük ezt, mert is feltétlenül úgy barátaim, értitek, hanem akikben már megbízok, mert ez bizalmi dolog. Tehát most adok neked moderátort például, és fogod is kitiltod az összes nézőt a chatről, aki írt. Én meg válogathatok 3 óra hosszáig, mire kistudírozom, hogy ki az, aki véletlenül lett kicsapva, meg ki az, aki már réges-régen ki lett csapva, már csak azért is, mert nem mindenkit én banoltam, ugye az nincs a fejemből, hogy ki van kibanolva, meg ki nincs. Például, tehát ezért sem adunk csak úgy moderátor, csak azokban, akikre a fizetésemet rámerném bízni jóformán, tehát értitek azért. Szerencsére van sok olyan potenciális moderátor jelölt, mert tényleg most már hazajöttem, mert sokszor ígértedem, hogy mindjárt megritkítom a sort így is, mert van csomó, akik már rég nem voltak itt, és akkor legyen hely olyanoknak, akik itt vannak, bár nem érzem sose azt, hogy kevés a moderátor. Inkább többnek találom, mint kellene. Ki van nyitva a csőr? Ki? Hát, nyugodtan köz. Hát, de üres. Nem baj, unatkozok így is. Unatkozom. Hát, de jó neked. Ja, persze, hát ilyenek is vannak, de hát ilyenek nincs, ilyenek számomra nincs harag, csak lehet kérni is, csak általában ezt szoktam elmondani, hogy ez nem olyan egyszerű. Azt nem értem, hogy kinek, ki az, akinek egyáltalán van bátorsága adni ilyen moderátorrangot, szinte majdnem, hogy mindenkinek, tehát jó, mondjuk addig, amíg nincs nagy tétje a dolognak a fene bánya, de amikor már
akkor a szintű kellemetlenséget lehet okozni, akkor már azért nem érdemes fűnek fának moderátort adni, mondhatni. Na hát igen, Szabix meg lassan kihúzza a gyufát. Nem csak a belugát. Rizlár. Nyisd ki. Nem jól csináljuk, mert belül van a izé. Csőr. Tamarok kellett volna menni. Csak én most jöttem erről, mert nekem üres. Végső soron tök mindegy ilyen szempontból. Ja, hát az, azért mondom, hogy vigyázni kell a moderátoroknak, és igazad van teljes mértékben, Tamás. Tehát majd aki ilyeneket csinál, azt szoktam figyelni néha, csak ne veszem, mindig veszem észre. Akkor rendre kell utasítani egy-két moderátort is. Igen? Valaki eljönne üríteni 62-es 5-höz? Mit csinál? Mikor itt a? Persze. Igen. Megyek. Oké. Okay. Nem úgy, mint egyesek. Hozzá be két napot is már, jó? Tessék? Hozd be a két napi munkánokat. Már rég behoztam. Mert itt csak tengtél, lengtél. Igen. Sőhúzó, itt van mindegy. Kék kamion. Én nem fogok. Bocs. Semmi gond. Nem, mennyi. Szervusz, Gábor. Még egy Gábor. Na, készül a bociknak a sűrű. Na hát, igen, az nem ártana. Go-go. Akkor könnyebb lenne a multizás. Nem fog beleférni szerintem. Megforduljak? Mert nekem még van hely. Hát... szerintem bele éppen nem tudom mennyire szaporodik vagy nem szaporodik a sor. Egyelőre talán ezt a sort szélességet tudom tartani. Lehet, hogy majd mindjárt mi elmarad meg, hogy visszaszaladsz, mert szerintem egy sort már most nem bírok vinni. Néha. Hódba kell. Hetesen vagyunk. De már kész van. Hol van még itt mellettünk 65-et? Kell venni, lemaradtam megint valamiről. Akár pillanatra, mert szerintem megint elnéztem a chatet. Oké, itt voltam eddig, csak a chat volt kikapcsolva. Aha. Az, hogy drága, hát elég drága, az kétségtelen. A legolcsóbb talán, hogyha a CD-sen veszed meg, csak az egy kicsit nyűg van, de a Steam-eset akarsz, akkor az Instant Gaming a legolcsóbb. Szervusz Anikó, szervusz Deki, köszönjük szépen. Barátta más venni kell. Mit kell barátom este venni? Nem maradtam megint valamiről. Na, mindegy. Oké,
bocs, a caps semmi gond. Az a baj, hogy amikor 19 One Day Edition rendelted, ugyanannyi volt a 17 is. Aha. Google-ok, hogy 5290 forint az Ever 19. Egyébként, ja, igen, Romániában más a helyzet, nem tudjuk mennyibe kerül. 23000 forint? Én ma vettem maga Tesco-ba. 4500. Na jó, de Romániában van, ugye ott más a helyzet. Steamen is annyi? Mert akkor már Steamen is olcsóbb annyi erővel. De Steamen csak 11000 forint körül van. Jó. De én szerintem instant gaming-en ugyanúgy meg tudod venni. Csak nem tudom, hogyha ugyanabban a rendszerben vagy, mint a magyarok a Steamen, mert már pedig a magyarok a drágában vannak, tehát ott nem hiszem, hogy más a helyzet, akkor instant gaming-en meg tudod venni 26 euró körül. Az olyan 7500 forint. Itt van a, leírásban a link a instant gaming-ra. Megnézheted, hogy ott meg tudod venni, csak kérdés, hogy Steamedre lehet-e aktiválni, de szerintem lehet, mert na, még tovább inkább. Hogy felesztétek ezt így meg? Tesco-ba vetted, Jocsi? Hát akkor menjünk úgy. Igen. Akkor sikerült így berakni a módokat, ahogy leírtam. Igen, letöltöttem, amit küldtél. Figyelj, ugyanaz amúgy, mint a konzolvilágban néztem Plágába, de ott nem volt, azt mondta a csávó, hogy annyira felkapott a játék, hogy 35 darabot vittek el tegnap. Oh, igen. Na akkor Steamen 112 euró, ne lőjetek már velem bakot, hát 35 euró rendes ára a Steamen. Mi van kukva? Hol a rossz ebben nézett ennyien? Köszönöm szépen, Tamás! Ha, meg vagy fertőzve. Követelék Gyula a 17-et, ha már itt vagy, akkor említettem, hogy esetleg veled összehozok majd egyszer egy 17-es streamet, meg egy kipróbált bandával például, még majd jöhet ugye Gergő is, meg mit tudom micsoda, illetve hát majd aki még ahogy alakul, de ugye a nagy rendszert nem csinálok belőle, de nosztalgiából egyet-egyet néha lehet, hogy össze fogok hozni. Rakat ez a, hogy mindenre nincs idő. Grizzler, jó. Na, figyelem, mert pesgőket bontani, ez kérem szépen egy lóc, de nem ám akármi, ilyen 3%. Gyűjt föl Szabix a alsó fehér, meg alapneműt, meg illetve mindenki, aki lócot szokott küldeni, mert MT a 3%-al szerintem bőven bajnok. Az a baj, hogy a pótok azok borulnak rajta. Hát óvatosan kell vele kanyarodni egy. Steam 35 euró szerintem is. De instant gaming-e meg 26. Arra múltkor néztem, jó, a körül nagy vonalakban. Szép estét, jó volt a mai videónak. Köszönöm szépen, Scrappy, hogy tetszik, örülök neki. Igyekeztem méltán meghálálni a jóságot, amit kaptam a meghívással. Miért nem méríti ki? Hát G-betűvel válsz, de hát abba tollírok. Jó. Kijelölje az I betűt és rányomok és nem üríti. Menj előré. De ne oda üríti. Nincs bankkártya, mert Romániában csak 18 évtől lehet. Oda. Hát akkor szerezzük ki valakit, akinek van, vagy nem tudom, szól adni neki KP-ban. Hova? Nem tudok mást hirtelen. Botont közben kérdezte, Discord kötelező, hát nem ártana a Botont. Tehát az egyszerűbb a kommunikáció, legalább ha hallasz még, hogyha mikrofon le is van némítva, sokat tud segíteni. Oké, szervusz Gellért, Steamen fizetsz azért, hogy letölts egy játékot. Igen, gyakorlatilag úgy működik. És a gamingen 24 euró, akkor még lejjebb ment most Gábor, köszi szépen. 29%-kal olcsóbb. Tamás küldte a pesgőket neked, MT, remélem, hogy azért díjazod. Ez a fekete terhautóba lehet gyűjteni, vagy nem? Lehet. Lehet.
másikat már oda borított. Nem baj. Hoppá, itt valami. Nyomváltás volt, nem tudom mi ez. Hát ez nem akar ide. Szállják ki belőle. Na. Már így nem rátartásra kell, úgy látszik bennem itt valami. Csak a fintaság van a műveletben. Ott még mindig hátrébb. Most jó. Ja, a kis izére van állítva, a kis ajtó. Állítsd át a nagy ajtóra. Szervusz Game Wolf! Na jó. Már nem éri meg ennyire kiszámolni, mert csak mindig tolatásba torkolik. Érdemes inkább is ott ráhagyni, szóval nem is ilyen probléma. Szabisz közben már küldi a lúcot. Nem a mennyiség, hanem a minőség. Na persze. Általában így szokott lenni, de a lúcnál a mennyiség számít. Küldhetsz akár 10 darab albetűt is sorba, hogy ugyanit ér, mint hogyha ódákat zengenél a lúcokban. Természetesen a minőségi lúc lényegesen értelmesebb és többet ér, mint hogyha hülyeségeket írnátok. Értelemszerűen azért. Na mi van itt? Csúcs találkozó. Hoztam egy kombányt. Hát de minek? Mihez? Drága gabona. Ezt kombánynak így. Mit hozott a talicskát? Aha. Mondtam, elmetik egy nyába. Na, ledobott. Akkor én már nem jövök itt. Na, van. Akkor köszönöm a segítségét, azt a jó pihenést. Köszönöm is, sziasztok. Hello. Hello. És megcsináltátok? Hát nézd meg a térképet. Igen. Szerintem igen. 8-ason van még egy darab. Azt silózzuk, hogy akkor vágjuk azt is le. Vágjuk. Jó, hát akkor 8-as még le kell csapni. Csak valami visszatekintést nézünk. Na kb. 18 000 forint. Már alakul, már kicsit több volt, de még az is elég sok szerintem.
Van még ilyen föld? Van a 8-asnak a fele. Oké, megyek. Hát ma 7-es lehet aratni? Akkor itt van benne? Igen. Nyomjad. Töri fejtágító után. Töri baj van. Na csapjuk akkor ezt a kicsit még. Nagyon jó ez a játék, főleg társaságban. Hát persze, de nem szoktam is játszani. Elég régóta, még a 17-tel játszottam egy kicsit, de nem jellemző. Meg hát szinte semmivel nem játszok egyedül. Tehát csak olyan játékokkal szoktam általában, amiben van multi. Kipróbáltam volna a kormányon, de olyan nehéz a kormány benne. Na, hogy nehéz? Nehéz nem. Irányítani, vagy nehéz tekerni? Nehéz tekerni. Nem tudom, kell-e valamit állítani. Flossz feedbacket áll és vissza. Mert ugye a játék azt felajánlotta, hogy látja, hogy van betudva a kormány, hogy... Minden luszba egy évszám mellé egy esemény. Na, László volt ez. Hát kezd el. Nem akarom. Legább tanulsz egy picit. Hát hogyan tudnék szerbül? Természetesen. Tamás. Google fordító barátom. Pészt, azt nem tudom, hogy lett a pészhívkára. Szerintem azt ilyen butikokban, újságosoknál, hogy tudja, hol lehet vásárolni ilyen a telefonkártya, nem? A pészhívkárat hogy lehet föltölteni? Azt hiszem úgy egyébként. Meg hát lehet, hogy neten keresztül is, de ismerek valakit, aki ilyen vagy újságosnál, vagy nem tudom, hogy hol töltötte fel. De nem vagyok benne otthon, mert sose volt ilyenem. Oroszul káromkodsz egy kicsit, nem beszél egy csúnya, még oroszul se szavíksz. Nem, hogy magyarul persze, de oroszul sem. Csak két szót tudsz, el tudom képzelni melyik kettőt. Mert gondoltam. Gogó már meg is fejtette a dolgot. Régó 12 évig a töri tanulás. Ó, hát... Na, újságosoknál lehet, hogy igen, én is úgy emlékeztem, hogy valami ilyen trafikokban, vagy nem tudom, hol lett, mint ahol a telefonkártyát is lehetett, most nem tudom, lehet egyáltalán kapni őt. Szerintem biztos nem. Ott lehetett feltölteni ezeket a dolgokat. Na, nagyra volt, Johnny, az a kombány, az itt parkol. Az üzemórán meglátszik, meg a teljesítményen. Szervusz, Gergő! Nem mész ki a központba, a rákba, hogy pénzakjak fel abba az évet. Rakjál fel, amikor ott vagy. Egyébként is, de hát... Én nekem mindegy, megveszed 150 ezer forintésre. Most épp azon fáradoznak a többiek, hogy összeszedni neked valami infót, hogy honnan tudnál olcsóban megszerezni. De hát mindegy, az a te dolgod, hogy mi a intézet. Csak hát egyébként PlaySafe kár is néha felára sem, tehát azzal is vigyázni kell, mert vásárolsz valahol, akkor ott azért külön kezelési költséget általában felszámolnak. Jöhet.
Nagyon jó ez egy buta. Na szervusz Gogó, kösz, hogy itt voltál. Szóval remélem, hogy sikerül valahogy megoldanod a dolgot. Valaki jön mögöttem nagy erőke, úgy érzem, mert fölfaroltam valamire. Csak hátul nincs szem. Jóci az! Megvan a bűnös. Én csak összeszedtem a maradék. Igen, csak ugye belülről vezettem, azt a visszapillantó tükörben nem látszottam, mert semmire nem való ez a visszapillantó tükör. Na most akkor a kamion szerintem meg ott hagytuk. Mint szempál a bornyikat, nem Johnny hozza. Szerintem magában is valamivel nagyon arra szól. Kim van a csövem, úgyhogy lehet üríteni. Itt ez a fekete elfősbe a fér szerintem. Akkor itt a játékba állítás... volt? Na. Tessék? A kormánynak a beállítását, mert itt a játékon belül kell az, ezt a... Mit mondta, hogy lentebb venni? Igen, ne, de kintebb. Szerintem a főmenübe. Tehát itt a játék közben már ezeket nem lehet állítani. Véleményem szerint. Itt van közben a TESZ. Valami modot talált, hello. Mod PHP. Servus Viktor, Servus Martin, szerinted vegyem meg a Formix 319-et? Hát ez a... Te tudod? Hallottatok, hogy jönök fog a Klassza FS19-be? Persze, hallottok, mert útkor mondta a TESZ, azt hiszem. Vagy nem is őre valaki mondta, hogy lesz hozzá egy DLC. Meg azt is, hogy vagy 20 euró vagy mennyi, tehát azért van bőr a pofájukon mondhatni. De hát ez ilyen népszerű játék van, DLC is népszerű. 9-es föld? Már legalábbis árnyilag. Na, szerintem ezt már szél, lesz. 67-es az kukorica? Igen. 9, 68. Az is. Hát akkor meg... Váltsunk sávot. Na, itt nem kukoricázunk, vagy hát kukoricázunk már eleget. Lesz itt termény. Csak győzzük hordani. Nem a tiéd a 9-es. Szaggatni nefele. Hello, közben akkor a TESZ. Geri a csopiba belinkelted. Na, akkor közben eldiskuráltok. Servus, BND Place. Módként már benne van kb. Hát igen, tehát igazából az a DLC az csak szerintem némi donéta gyártónak, de szerintem is már jóformán módként benne van az öme. De hát persze majd meg kell nézni, én sem néztem még rá. Lesz, egy kicsit sokat hagytál szerintem el, mert akkor közelebb menni. Lesz, meg itt hagyja. Mindegy, majd visszaszaladok innen, már nincs messze. Johnny közben csapja lefel a New Hollandra cuccokat. Úgy látom. Akarok meg játszani, ha még veszem, akkor virak. Akkor vérsz, igen Martin, de most miattam ne vedd meg, mert azért az kérdéses, hogy én milyen gyakran játszok ezzel a játékkal. Nagyon sok játék van ugye a világon, aztán nem feltétlenül ezzel fogok mindig játszani, de egyébként ha szereted, akkor jó játék és mindig találsz, és hogyha följössz a Discord szerverre, úgy értem, hogy akár ugye a chat szobába, akkor ott beírott, hogy van valakinek kedve farmingot játszani, akkor gyakran találkozol olyanon, aki igen, és hogyha nem is velem, de sok emberrel tudsz itt játszani. Úgyhogy ha szereted a játékot, akkor ilyen szempontból rábeszélek, mert még nálam is Discordon találsz mindig embert, szerintem vagy sokszor legalábbis, aki tud veled játszani, de ha nem, akkor meg más fórumokon is találhatsz olyan embereket, aki szeret farmozni, és akár egy ilyen csapatba is beférsz. Akkor nap mint nap közösen tudsz játszani emberekkel. Megnehezítenék a dolgot, amit belinkeltem. Nincs a dolgunkat, mert mit találtam már ki? Ha tesz mindig valami újdonságot talál, mindjárt meg is nézem, most már kíváncsi vetettél. Mit találtál ki? Azt mondja, hogy... Ja, Season? Ja, na,
Ezt azért is ki fogjuk próbálni, hallod. Realisztikus mod. És így gondoljátok, évszakonként is lehet így dolgozni. És köszönöm, ezt kipróbáljuk majd valamikor. Van benne ráció. Biztos egy kicsit karcosabb a dolog. Biztos vannak időszakok, amikor nem tudunk növényt termelni például, de faüzem például bőségesen dolgozhat olyan tájt. Vagy egyébként majd rá kell sasolni. Igazából ezt a season módot nem használtam 17-ben sem még. Ú, hát csak visszakarok nem csetet. Elmaradt. Egy kis promó van a Class DLC-nek. Ja, igen. Köszönöm, Martin, de tudod, hogy nem szeretem, és nem tudod, szerintem úgy vagy itt. Nem szeretem, hogyha legjobbnak titulálnak, mert nyilván nem való. Tehát mindig van az embernél jobb, viszont az, hogy kedvenced vagyok, az szívesen veszem meg, akkor ez talán pedig is a valóságot. Azért előtte ajánlatot megnézni, hogy bírja a gépet. Hát igen, mondjuk azt nem már lesz Szabadkán, közönség, talibrát, hát Szabadkán, őszintén életemben nem voltam, Martin, sőt, Szerbiában sem voltam, életemben se. Viszont nincs túlzottan messze Szeged, meg Makó, meg ilyesmi, úgyhogy ott esetleg előfordulok néha, de akkor majd, ha figyelsz, akkor legfeljebb bejelentem, hogy most is, hogy Balatonra mentem, akkor legfeljebb, hogy Szegedre megyek, vagy nem tudom, mikor még Szegedre legközelebb. Nem tudom, Farming a legjobb játék, én nagyon szeretem, 10 éve játszod, akkor a 2009-re kezdted ezek szerint BND Place. Hazaértem, gyors zuhanyés vagyok is, oké, hát addig gyorsan befejezzük. Ja, gyorsan végre lesz, mert szuper jön! Hazaért, szuper Johnny! Gyorsan leállítjuk a fölött a Swizzlát. Itt vagy? Erre Johnny sincs itt. Ezt lehet rendezni most már cucákat is, mert van rengeteg kukorica. Ő szuper örülhet. El kell indítani a takarmánykeverőket is, most már van hozzá majdnem minden szerintem. Leadtunk egy csomó répát, cukorrépát, van kukorica. Marháknak is van szilázs. Szalma, tehát lehet itt indítványozni szerintem a termelést ilyen területen is, és akkor a marháknak már is van. Takarmányuk a sertéseknek meg elő lehet készülni, amikor majd nagy számban lesznek, akkor legyen nekik megfelelő élelmezés. Hoppá! Oké. Okay. Két hete megtaláltam az FPS 13 CD-t, felraktam a játékot, hát elég fura volt, hát az nem tudok csodálkozni, ma 17 is elég fura szerintem ezután, nem hogy 13. Ja, Johnny alszik. És ez a... asszony alszik, úgyhogy azért van csöndben, most nézem a chatet közben. Oké. Okay. Már érthető a némasági fogadalma. Egy picit rosszul vettem az ívet. Szervusz Gergő! Hát belefutottam, de elég kemény lesz. De nem magyarul volt írva, hirtelen nem láttam úgy át a kérdést, de majd lesz kicsit több időm elolvasom, hogy pontosan mi, de az biztos, hogy akkor már te is azt mondod, hogy kemény, akkor ott valami ármány van. Na közben MT küldött Szabixnak, hogy Szabix, ez a Lutz semmivel se ér kevesebbet, mint a tied. A Lutz az Lutz, ebben igazad van. Csak szerintem az a helyzet, hogy az is olvasgatom általában be ezeket a lúcokat, mert nem tudom miért jó ez a lúcnak, de nem nagyon szokta elkapkodni a dolgot, és így elképzelt, hogy már
évek évek óta vég van a streamnek, és ez még mindig ott van. Nem tudom, lesz-e még valami Norbi. Ez még több tényezős dolog. Most nem, hogy hát, kevesen se vagytok. Én nem tudom, bedobjam a 100 lájkot, mert akkor végig még tényleg összedobjátok. És akkor általában kénytelen vagyok valamit még streamelni. De Szabik szerintem mindjárt le fog erre csapni, aztán követelni fogja. Most van az a szerkezet, nem tudom, van valaki max állító, vagy... Ha igen, akkor jelentkezzen. Na, Zsoli, igen, akkor jöhet. Ó! Most már tényleg egyenesíteni kéne valami fél asztalnyi valami sót, mert... Padlózza, Johnny! Na, akkor mindjárt itt lesz. Ez még félbe, de nem meg nagy gázzal menni, mert aztán... Csak beleszaladok. Én egy kombány kiraktam. Hullom van. Hát beültem a Johnny-ba. Na, rögvest jön, akkor ma egy kis pece belefér reggelig, utána LTS, ez teljesen tökéletes. Egy tipp a vágóasztal közepébe, figyeld a sort, szoktam figyelni, csak az a baj, hogy a chatet is figyelem, azt mondjam, amikor nem figyelem, mert a kormány nem tartja az egyenest azért alapvetően, tehát ha engedem a gombokat, akkor ugye a pirejtjűbe talán valamilyen szét, de akkor sem 100% persze, azt mondjuk, hogy nézek oldalra, kicsit mozdítok a kormány, amíg ráadásnak okáért, akkor gyorsan sort éveztek. És utána egyszer sort évesztettem, akkor utána már a következő sor is göngyölődik. De hát, előbb-utóbb meg lesz. Úgy szoktam is ezzel a... Ennél ugye a... Erően nyúl, nem tudom minek hívják, hanem terelő csőre, azt szoktam figyelni, hogy a sorba és sor közben menjen. A gabon asztalnál meg azt szoktam figyelni, hogy van középen ilyen kis vezetőszerűség is, azt nézem, hogy érdekesen van ez vágva, úgy nézem, hogy én még nagyon hülyén. Mindegy, már most majd ránézek, majd mi van. Aha. Kicsit úgy néz ki, hogy majd nem telepofával kell indulni. Hát most még egyet kívülről, azoknak a kedvén is, akik azt szeretik, a kívülről van nézve. Illetve most egy kicsit talán tudok egyenesíteni rajta. Úgy látom, nem fog működni még a drog, mert kicsit optimista voltam. De lehet, hogy a végén még belefér. Óvatosan. Felé, köszi, hogy itt voltál. Hello, Ignike. Ó, empty mind, te agitál. Még kell 40, ha volt, akkor megúsztam. 46-an vagytok. Ne húzok, csúcsúni. Szervusz, Gyula, jó éjszakát, köszi, hogy itt voltál. Megint csak egyfolytát csinálok jóformán, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit megint ez unalmas. De hát ennyi földdel, meg ekkora termény mennyiséggel nem hihetlen végez az ember. Hát élőben is úgy van, hogy nekiállnak aztán aratnak egy hónapig egyfolytában. Aztán meg csak a
szalmát szedik, aztán meg csak ezt adatnak, amaszt adatnak, aztán mindig megvannak a szezon munkák. Aztán a földerő készítés. Lassan meg vagyunk a tengeri aratással. Ez aztán tényleg tengernyi. Talán egy kicsit találóbb ez az elnevezés most. Amiszkész hiányzik. Na, ezt ráfaragtatok erősen szerintem. Nekünk is ide ért a vihar. Igen. Ez a 68-asra tűnik kicsinek. Mi van leállatva, mi nincs? Hát az nincs. Úgy látom már csak. Hirtelen. Több kukorica van a látó határon. Úgy látom, nincs. Jó, hát akkor a hát... 80-asra megveszünk meg egy felmest, de nyilván nem fogjuk. Hát akkor egy 68-as még gyorsan lecsapjuk, aztán vége itt a kukorica aratásnak. Valóságban egy nap alatt például egy kombány 20-25 hektárt adott le. Mert az időjárástól függ, mert igen, tehát hogy ez be van ázva a talaj, akkor nem nagyon hiszem, hogy rámennek, tehát... Illetve hát az is számít, hogy mennyire van. Párás levegő mennyire van. Száraz. Én már kettő kombánnyal dolgozok. Igen. Johnny, ezt üresíteni? Hogy hova menjek? Igen. 68, ami még nincsen leszedve, ami már megvan. Snoopy, mi délértileg vége lesz. Jelszó a szerver. Raj, mi csak hát már most szerintem majdnem kárnak közde, hogyha betöltöd mindent, akkor próbáld meg, hogy tudsz csatlakozni, ugye FS kisgazda
nagy F-fel a jelszó. A... Ez meg 1, 2, 3, 4 a farm jelszó, hogyha bejöttél. Kb. 11 órától este 6-7-ig aratnak, mert ha megereszkedik a termés, már akkor alapvetően jó. Aha. Ez a repülő az meglehetősen hangos. Hoppá! Jó darös. Remélem máskor is jöhetek. Hát miért ne? Nem látok semmi kizárókot. Nem rakta a homokvárakat a föld közepére. Nem ültettél egy földbe 30 féle termést. Nem is egy növényt. Elvárás meg nincsen, csak tényleg az, hogy ne hátráltass a senki másnak a munkáját. Sorra meg is telik rendesen. Nem tudom, egyáltalán belefér-e. Milyen DS? DC? A Discordban. Szervusz, Dániel! Jó van, hogyha lenne Discord. Azért ez csak könnyebb a kommunikáció. És azt nem mondom, hogy kizárok, de ezért előny. Ha? Igen, Jóci. Összekevertem akkor DC, igen, tehát Discord. Ingyenes, ha nincs különösebben fenntartásatok a Discorddal kapcsolatban, akkor nem nagy valami letölteni. Általában azt nem szokták szeretni a Discordban, hogy kicsit tudálékos, mint a Skype, hogy mindenbe bele akar szólni, de azért rá lehet kopintani az órára.
messze még a föld széle. Be kell menni, mennyibe egy voice-szobában rajmi, azt utána meglátom. Szólj, hogy ott, mikor Bob falat az ujjába, akkor látom, hogy bementél. Hát tényleg nagy mennyiség kukorica volt elleveteményezve, de van még mit aratni majd. Jó éjszakát, BNT. BNT, bocsánat. Bent vagy Bobfalat, látlak. Te most tudsz is jönni játszani, vagy csak beszélgetni akarsz? Na, így akkor nyilván... Nem élvesz prioritást a dolog, hogyha nem jártál, nem is csatlakoztál még. Felszedem én. Gondoltam, hogy majd úgyis karézolunk jobbra-balra, és úgy voltam vele, hogy majd fölcsaptosom, hogyha megyek üríteni, vagy ilyesmi. Nem még töltöd le, hát szerintem le akarjuk ezt a kukoricatáblát, az már elég volt. Ezért próbálj meg csatlakozni a szerverre, legalább legközelebb, amikor csináljuk, akkor már biztosra mehessünk. Ja, csövem. Maga tiéd is szerintem. És figyeltelek, hogy azt ott nagy erőkkel. Én meg az asztalt észtem, mondom, az elfér, ezek szerint cső is elakadt. Igen, a két cső összeért, mert mindenképp pont szembe van nyitva. Halló, BC, egy boton, nem tudom még a keresztnevet, szerintem boton, hello boton. Hoppá. Arra jössz szembe, hogy mindig egymással, majd átjuk már túloldalra, még akkor is szembe fogunk szerintem. Már még éppen nem. A kukoricafájén, ez a lény.
Komlót! Még mit nem? Miféle komlót? Jó, itt Johnny nem látszik, akkor elköszönti. El itt vagy? Azt hiszem, hogy megyek. A végezzek jól a kombót. Mi egy pálya? Az egyes föld, úgy érted a pályát, vagy? Ja, üríteni. Ja, úgy érted. Aha. Na, leszettük mindent nagyjából le. És akkor a komlót is ezzel kell vágni. De majd menjünk át a komló földre. Azt akkor Johnny majd megérkezik, akkor ki kell üríteni a kombájnokat, mert nem fog összevenni a kettő, majd csak hol vagyunk most. Megnézem a térképet. Szeretje az egy, és ezt visszafele kell menni. Tessék! Pérmény a térdje? Ennyiben nem nagyon, hát körülbelül 3181. Nem 84. 7%-on vagy. Ez belefér, mert 90 vagyok, tehát még 10-ig kevesen, akkor belefér. Belerakom, mert akkor elkezdem a kort. Adj helyet, magad mellett jön. Na, abba itt a rossz alkodás. Nem tudom bármiről küldeni. Még hülyén áll. Lehet, hogy ebben nem. Hát küldeni, csak már nem fél, szerintem. Nem, nem 89%-on van. Most így. Fogynak a lúcok már a váró listáról, de van még azért. Jó éjszakát, BNG! Jóság. Minden semmi különös. El az Arkit. Hát már nem sokáig még lecsapjuk azt a kis komlót, szerintem azt annyira próbálkozott itt. Jóci, de szerintem nem bírja átdobni ebbe a kombájba, ez ilyen gyenge minőségű. De rohadtul elfáradtam. Gyanítom, hogy ilyenkor érti haza akkor. Mit? Gyanítom, ha ilyenkor érti haza akkor. Húzós volt. Délután 4 órakor riasztottak minket, hogy betörés volt az egyik telepen. Rohanni kellett lementeni a felvételeket, újra szinkronizálni, etc. Teszem hozzá, hogy 112 kamera van. Elég volt. Nagyon elég volt. Gondolom, ti meg már mindjárt abba hagyjátok, hogy? Amíg a komlót lecsapjuk. Ezt a fajtát szerintem abba hagyom. Ezt a majd látom, hogy mi a tervre szerintem. Hát, hogy nem sok minden. Kukorica jól hozott? Nem tudom, most adtuk. Majd nem tudjuk, mennyit ér. Nem úgy sok jött? Nem, most számoltam, csak adtam Johnny Horta. Közben Johnny majd ki kell üríteni ezt a kóburát. Na, milyen szerelvény nőtted? Hogy ez benn volt? Az benn. Ja, nem volt, én szereztem azt, hogy nem volt megvéve, de a modpakba benn volt. És ez úgy mennyit visz? Sokat. Nem tudom pontosan, de nagyon ritkán fordul. Na, kb. Jó lesz. Akkor mehet. Persze nem jó.
Látom Johnny üzletset. Ez az úgy már jó szerelvény. Igen. A szánykamionnal sikerült bevinni azokról a földekről. Hát nem tudom, nem számoltam. De hát traktorról is hordták, vagy nem tudom mivel. Abszolút nem figyeltem rá, hogy mivel hordják. Johnny biztos fordult, hogy négyet szerintem. Már 800 ezer akkor. Nem tudom, kérdezz mennyi, megint mennyi volt. Ja, elhogyhatsz, nem vagyok játékban, csak streamet nézni. De látom, akkor jött is meg le. Ja. Ez Komló. Ezer, hát ez nem sok arról rengeteg földről. De első rosszok is. Ja. Ja. Van boci is vett. Johnny, 20 bocit. De az... akartam kérdezni, hogy... ez hogy van? A pályának a olajait használja, vagy venni kell külön olajat? A pályának az olajat használja. De csak meg kell venni akkor azt a területet, ne? Igazából biztos. Mert 10 darab van, nem 20. Mert annól, mikor én akartam venni, akkor kiírta, hogy nincsen ólad. Nem kell ól, azt mondja. Nem tudom, hogy a tanyán van mindenféle ól. Az nagyon jó. Milyen növény? Bambusz? Nem, ez komló. Nézzétek közelebbre, ugye melyik belső nézete megint. Akkor látjátok, hogy... nagyon szép komló. Aránylag egész jól lett így a kombányt nézve. Ja. Erfény a sörgyárba. Stokernek hiába írtak a játékban, nem melyiket olvasni tudja, csak válaszolni nem tud legfeljebb szóban. Nincs benne a játékban. Megvettem, hogy tudjak veletek játszani, ezt mondja Jocsi. Ó, hiába rendület. Dolgozol jövő éjtetben? Pénteken. Meg szombaton, meg vasárnap. Ja, hát... mármint ugye két hetes túlmus. Ja. Komló! Komló itt van, Baranyában. Mánfa mellett. Na, az remek. Karon, hogy megyek át? Hát ez ilyen, ez a játék, mert igazából nincs hozzá megfelelő kombány. Mert ugye ez modolmány, ez a komló. És ezért úgy van megcsinálva, hogy a kukorica asztallal lehet aratni. És a kombány így át siklik ezeken a dolgokon, mert igazából ezt nem ezzel kéne aratni, csak mivel nincs jobb rá. Ezért így oldották meg. Már 17-ben is volt ilyen. Hol volt egy ilyen? Komló, tehát majd be kell üríteni valami teherautóba. Ezt el lehet vinni a sörgyárba például, de hát legrosszabb esetben be kell borítani a farmsilóba. Csak a sörgyárat is meg kéne venni szerintem még előtte. Erős a gyanúm.
Johnny a Corley-val felakadt. Megjött Matyika is közbe. Snoop-be megválaszolt, akkor sarlóval kellene, hát kb. Vagy valami pici kombájna. Szervusz József! Halló Szabolcs! Ezer évre nem láttál, hát tényleg szép ideje akkor Szabolcs. Akkor jól csolálj meg! Snoop-er szerintem ilyen komolyabb élmény is érhet az ember az életében. Úgy hat ebből abból. nagyon fáradt érte, én nem hiszed el. Nehogy nem. Ő is fáradt vagyok egyébként. Csak nem tudom mitől. Vihar is elmert minket, úgyhogy. Én meg úgy streameltem, vagy 10 percig, hogy nem volt áram. Ez hogy sikerült? Hát szünetmentes táp. De majd nagyon, nagyon hisztériázott a fél úton körülbelül. Nem tudom, hogy van-e még egy szint. Ugye csiporászik először ritkán, aztán gyorsabban, nem tudom, hogy folyamatosan fütyül, amikor már extra baj van, majd egyszer kipróbálom. De már kikapcsoltam két monitort, meg a világítás is részben, mert energiatakarékosság prioritást élvezett. Már nem hiszem, hogy a videókártya meg a processzor fogyasztásához mérhető lenne ez a néhány LED-cső. De azért minden is számít ilyenkor. Kokoricó 876 ezer szuper. 876 ezer. Hány földes rossz? Plusz több mint 1.200.000. Siló van szerintem, lehet, hogy még tő is, nem tudom, sok. Ja, hát akkor többen silóztatok, mint szemre. Hát azért nem. A 8-as lett, mondjuk a harmada, meg a 6-os lett silózva, az körülbelül ennyi. Szemre meg a 7-es, 65-ös, 62-es, 65-ös, 9-es, 68-as. Szerintem csak kezdett silózva meg ennek része. 7-est azt hiszem, szemre vágtam. Na. Meg a többit is. Jó, hát csak kérdeztem. Elfér? El. Másfél milliót besilóztunk. Az hol kell lemosni az eszközt? Hát itt kint van, ahol állok egy mosó, de lehet, hogy be kéne szerezni, vagy többet is. Csak én most nem tudok venni. Amott is van, azt mondja, nem tudom. Ezt egyet tudom, így szoktam mosni. Sérülés rajta, vagy ez még hossz? Szerintem ez már sérülés. Fejtettem, hol van a javító művei.
meg lehet pacolni egy kicsit. Hajrá! Szerintem Johnny menüből, úgyhogy nem erőlködök. Vagy lehet, hogy nincs is akkor. Már nem emlékszek rá. Megnyitnád majd a termény raktárt, hogy... Mi csináljuk vele? Mennyi van? Nincs már. Miből mennyi van? Sok minden van, mindjárt lerakom aztán. Na hát van 193.000 búza, 440.000 árpa, 92.000 repce, 301.000, ez micsoda. Cukorrépa az mennyiért nagy földről? Cukorrépa, az sok jött le? Napraforgó van 32.000, jelen ez a szója 37.000 szója van. Nem tudom, mi az most hirtelen. Nem írják inkább ki. Kukorica van 876.000. De a napraforgót még nem is adattátok, vagy igen? Napraforgót még nem, szerintem. Az is van két nagy fő. Valamit leadott 11-13-27-esről. Johnny, az nem tudom mi volt, mert ugye megnézem. Ne hallottam a live-ba, hogy csináltatok. Repcét. Repce, az repce, akkor zab, igen, zab, bocsánat, zabu volt. Akkor repce az. Az a másik. Mert hallottam a live-ba, hogy mondtad, hogy arattatok cukorrépa. 301.000 repce van, akkor meg 92.000 zab. 1,2 millió liter szalma ez. Na, Matt Cannibal hosszol, köszönök szépen! Szerva Pap Krisz játszik, hogy este van. Sziasztok, én elment a jó éjszakát, közben most, hogy nem figyeltem. Axos itt volt Twitch-en, Twitch-et azt abszolút nem olvastam, de még sokat nem írtok. Úgy nézem. Na, mindegy. De egyébként tényleg este van, úgyhogy remélem nincs meg a 100 like, azt akkor szerintem pihenek, mert úgy érzem, hogy este van már nagyon. Nem te szállok? Nem hiszem, mert legalábbis streamben szerintem biztos nem. Nagyon jó, így tudja. Még ezt megálmodom. Nem van maradó, csak 70-80 van, úgyhogy úgy látszik, ezt megúszom. Legalábbis ami a kötelezőséget illeti, aztán majd látom. Na hát, tőle akkor. Csongor, Yossi, Johnny, társas összejövetel még a végén. Na jó, van, akkor zene állj. És akkor köszönöm szépen a figyelmet. Örülök, hogy ilyen sokan itt voltatok. Gyerünk, sok lájkot, hát erre már lekésedek szavol szerintem. Szervusz Varga Tamás, emlékszem még kicsit régebbről. Hát szerintem igen, mert Varga se van sok volt. Tamásról lehet, hogy nem ugrul ebbe, de Varga nem van sok volt. 82 lájk, ha 83 azért összejön, hát 83 legfeljebb 84, de 100 biztos nem. Hogy mit de van már 84%-a megvan. Hát 84%-a meg, csak a nézők számából mondom, nem lesz valószínűleg meg, mert aki itt van, akkor valószínűleg maguk is nyomtak. Úgyhogy körülbelül ennyi a lehetőség. Oké, ezt közben leteszem. Jó. Na, hát ennyi volt akkor a móka mára, ami a formot illeti. Nem ígérem, hogy lesz valami, de azt sem, hogy nem mondom, hogy nem. Majd szuper, ha rábír beszélni, akkor lehet, hogy még kicsit pecázunk, de egyelőre kicsit ki kell gyújtanom a tagjaimat. Időt úgy nézem, hogy 23-36 van, hát éjfélnél hamarabb szerintem nem fogom elkezdeni, valakinek még
ahhoz energiája, hogy éjfélkor engem nézzen, akkor, akkor nézzetek fel, lehet, hogy lesz még valami, akkor egy kis becede. Na, ezt már felfelé kerekítjük, az is a persze. Valamit akartam veled is, ha csak nem emlékszek már mit. Teljesen százik, ne? Ó, hát valamit vagy mondani, vagy kérdezni. Na, az én eszem az már rövid. Na, majd eszembe jut, ha nem, akkor meg nem. Mindegy. Akkor szerintem befejezem, de hát már össze-vissza beszélek, úgyhogy valószínűleg nem sok kedvem lesz. Pecázi, de azért figyeljétek, hát ha mégis megszállna jó lélek is. Kicsit még horgászok streambe, de akkor se lesz hosszú. Na, köszönöm, itt voltatok, legyetek jók és tartsak velem legközelebb is. Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Taika the Gaming Channel.